Na, elméletileg megyünk, gyakorlatilag valamiért nem akarja beadni a képet OBS-en. De ezen majd mindjárt változtatunk. Nem, csak ott konkrétan bezárult az egész Star Stable. Köszönjük játék. Pedig nem is vártam fél órát. Na jó, akkor mindjárt újra nyitjuk, gyerekek. Újra nyit a live. Meg minden is. Én meg addig betöltöm, hogy legalább lássam, hogy mit írtok. Már aki megérkezett. Na, Manor SSO, Pati és Bogi, ti voltatok a leggyorsabbak. Elvileg már izén van kép TikTokon, reméljük, hogy YouTube-on is beadja. Nem, YouTube-on még mindig fekete, imádat. Azt amúgy, ha valaki megmagyarázza nekem, hogy ez mitől van, azt úgy megköszönném. Na, most már elvileg van. Legalábbis mutatja. Ah, szuper, tökéletes. Na, itt van velünk még Nike, Kecsó. Sziasztok, lehet jönni, persze. Doritos, azt még nem ettem, bár Jana azt mondta, hogy nem finom. Legalábbis ő evett, neki nem ízlett, de hát kinek mi. Gyorsan kiteszem magamnak a csetet, hogy lássam. Tagok addig spamelhetik a fripes lovas emojit. Jó, megvagyunk. Hogy vagytok, srácok, addig, ameddig én itt gyorsan a kötelező leosztásokat megcsinálom. Addig meséljetek kinek, hogy telt a napja. Ha bejön majd ma Huna Channel a live-ba, akkor felköszöntjük születésnapjára, ma van neki. Csak előre jeleztem. TikTokon meg még senki se írt. Ott senki nem figyel. Nektek is le van fagyva a Messenger? Mármint, hogy nekem megnyitva hagyja a cuccokat, és nem működik rendesen a gépen a Facebook, de hát kinek mi? Nem tudom, ez így ma, így a mai nap nem akar működni. De nem baj. Mindjárt megmozdul a kép, addig lehet oda jönni. Igen, meg majd a tagok hangba is tudnak jönni, aki játszik is. YouTube chat van lefagyva tegnap óta? Ó, nekem is most is nem mutat semmit. Nem mutat semmit. Szia, Kiki. Ő nem a mi Kikink, hanem másik Kiki. Azért mondom így, mert Kiki az egyik barátom, akivel szoktunk live-olni. De attól függetlenül ugyanúgy üdvözöllek téged is. Várjál, ezen szoktam lenni TikTokon? Nem, tiszta hülye vagyok. Már azt tudom, melyik telefonon hol vagyok. Szia, Nina! Igen, ez szokott lenni a gépes, mármint az OBS-es, és a másik teló szokott lenni a TikTok. Figyelj, hát még jó, hogy nem 6 milliárd telefont használok egy live közben, nem? Na. TikTokon meg tudjátok osztani, köszi a megosztást, DC-n is meg tudjátok osztani, illetve Instagramra is kitehetitek, hogy elkezdtük. És már 230 like van, valaki serény, ilyen gyors volt. Rendben van, te vagy az Kiki, a Manor, így tudni fogom. Szia Petra, ó, mi ez az ó fej, szia. Milyen napod volt, Dave? Jó. Mindjárt elmondom, mit csináltam. Itt kezdünk majd délpatán. Bár nem, meg kéne nézni az új lovakat, az unikornist. Tehát, hogy milyen napom volt, várjál, top chaten hagytam a chatet, most már jó. Jó, amúgy mit csináltam ma, most így gondolkozok. Ebédeltem, reggeliztem, mosogattam, beszedtem a szárítóról a ruhákat, játszottam a Yu-Gi-Oh! Duel Masters-szel, játszottam a Stumble Guys-szal, lett is 3 koronám konkrétan, úgyhogy ma kellett volna Stumble-t live-olni, van egy ingyenes skin, vegyétek ki, ingyen van 6 napig azt hiszem, meg bejött az új passz, majd jövő héten lesz belőle live.
Ennyi volt. Meg hát ilyen felnőttes dolgok, hogy költségvetés számítás, mi fér bele költőpénzben, mi nem, mennyi kaja kell még a hónapba, stb. Hát ezeket én szoktam menedzselni általában, és az sok órát elvesz, el tud venni igazából. Ezeket csináltam. Banki számítások, átutalandó számlát, ilyen nagyon felnőttes dolgok, ami sajnos kötelező lesz, de a suliba nem tanítják úgy egyébként. Hol vannak az új lovak? Van hozzá elvileg valami küldés. Rossz gomb. Ismételte. Ott van. Sötét probléma lenne? Nem. Az a Fort Maria. Borászat. Nyugati halászfalu. Aha. Édentér, a holóerdős lesz. Holóerdő. Kedvenc embered? Aki most van a holóerdőbe? Vagy rám értetted? És nektek milyen napotok volt? Kecsónike, Pati, Manor, meséljetek, Bogi. Nektek hogy telt? Nem te. Hát én nem lehetek mindenki kedvence, ezt megértem. Magamnak se vagyok a kedvence. Kezdjük a tegnapot, jó volt. Várjál, Holóhoz nincs is izé szállító. Padok-sziget? Melyik van legközelebb a izéhez? Mi az? Holóhoz. Nem a padok, vagy de? És Nina, te is hogy vagy? Ma inaktivitást érzek irántatok felém, szomorú vagyok. Csevegni senki nem akar jönni? Aki játszik, nem? Se, játszani se jöttök, nem hogy beszélgetni. Véldélfalu, köszönöm. Ja, Nightbotot majd le kell kapcsolni. Mármint, hogy ne írkálja a Fortis dolgokat. Közben most 16 rózsát tettem be mára. Bőven jó. Kedvenc emberem te vagy, na. Aha, persze. Hülye vagyok, most értem haza, bocsi, picit elírtam, semmi baj. Milyen szaró kokonát mondtén? Ez a izén nincs kitéve, de YouTube-on kint van. De rajta van az index képen. Mondjuk az nem tudom mennyire látszik ilyenkor nektek. Hallatszódik a zene, mert ezt is álligattam ma, hogy kérdezzétek, mit csináltam, mert még mindig nem volt jó tegnap a beállítás. Szemkápráztató Szent János bogarak, oké. Okay. Hello Annie, mondd csak a nagy Szent János bogár gyűjtögetés közben, amit nem csináltam. Igen, volt már alkalmad megfigyelni a keringő néven ismert csodás jelenséget? Táncolnak, denszelnek a Szent János bogarak, azt úgy adom. Még nem, pedig azt szabad, nem szabad kihagyni, a holóerdő Szent János bogarai néha csapatba verődnek és táncolni kezdenek, mintha keringőznének. Ez a látvány mindig megmelengeti az én személyes szívemet. Két tanítványom, Ada és Zuri épp most indult el oda, hogy megfigyeljék a táncukat. Ha most azonnal nyomukba eredsz, utolérheted őket, csak haladj tovább előre és ott lesznek valahol. Igen, és a másik, találkoztál már a Makéna barátommal? Hát nem tudom, lehet. Majd kiderül. Úgy gyerekek, fogni kéne ezeket a bogarakat is, mert alig van belőle. Csak sose visz rá a lélek, hogy itten bogarászunk. Rendben, meg fogjuk nézni mindenképp, de akkor már itt vagyok, akkor ezt a párat összeszedjük. Ti hogy álltok a bogárgyűjtésbe addig, azt meg lehet írni, srácok. 8-an vagyunk YouTube-on, csapassuk meg a lájkot, TikTokon 6-an, ti pedig folyamatosan tudjátok nyomni. Érjük el az 5000 lájkot kezdésnek. Na, itt van. De ez ilyen druida szett egybetével mással. Na, várjál. Akarsz velünk Szent János bogarat keresni? Hát szeretnél minimum. Igen. Hé, Zuri, Zuri, az valami állat lesz, azt mondod, Eni a neved, Rén se, igen, nagyon örülök a találkozásnak, szívesen bemutatnának Zurinak, de lökött tesóm, úgy tűnik elkolbászolt, hát elcsatangol itten. Azért jöttünk, hogy táncoló Szent János bogarakat keresünk, erre most inkább őt kell megkeresni. Ó, van egy ötletem, szeretnéd megkeresni? Hát másra se vágyom. Bármelyik pillanatban megkezdett a Szent János bogár keringő, de akkor pont lemaradok. Ideje összegyűjteni a táncosokat, de édik lennének a nagy estéiben. Azért nagy estéi Szent János bogarat szeretnék látni úgy rajzba. Pati, egy nagy estéi Szent János bogár? Ettől a versenytől agyvérzést fogsz kapni. Szia, Emi! Ne! Ja, hogy ez verseny? Ó, bakkerült, már készítetek rá, hogy ez verseny lesz. Na nézzük meg! Akkor agyvérzés indul. 15 szekem van, az valóban nem sok. Jaj,
Erre benyomtam a P betű helyett az O-t. Na meglátjuk. Addig írjátok le, hogy kinek volt agyvérzéses ez a verseny. YouTube chat az le van fagyva, vagy működik? Aki YouTube-on néz, az írjon már egy emojit, léci, köszi. Mert nálam nem mozdult, mióta elindult a live. A TikTok az szépen pereg, azzal nincsen baj. Vízi utakon megyünk. Hozzátok a Geridoszt. Igen. Nagyon jó. Ja, hogy átmegyünk úszásba, ha nem jó helyen megyek. Az szed. Az viszont szed. Úgy bakker. Aha, kezdem érteni. Aha. Jó. Közben ott a Szent Jani bogár. Meg vagyunk. Most tényleg vagy befagyott a csetem, vagy senki nem ír YouTube-on semmit, srácok. Help. Mire végigmegyek a versenyen. Hello, hello, közben üdvözlök mindenkit, és próbálom figyelni az új versenynek a helyét. Hogy hol lesznek az átjárók. Oké. Okay. Hova? Bezavart a sok fény. Jó, hogy össze is kell szedjem. Ó, akkor semmi. Azt, ahogy jönnek. Jó, ez nagyon jól néz ki. Ez nagyon jól néz ki, gyerekek. És most hova? Vissza kell vigyem? Ja, ott van, ott a kapu, megtaláltam. Nice. Ott jön mögöttem a seregem. A mongufta sereget leváltottam jelenleg ideiglenesen Szent János bogár seregre. Nem ment át! Jó, chill. Jó, meg vagyok. Meg vagyok. De ne akadj már meg mindenbe, szerencsétlen! Oké. Okay. Ha, jó. Meg vagyok. Viszont lehet, hogy újra kéne indítani. Valaki tényleg írjon már be a YouTube-ra, srácok, mert hogy nem mozdult a chat. Most vagy csak szivattok engem. Pati, bárki, haló. Vagy tényleg lefagyott a chatem. Már én is benyomok egyet. Jó, működik, akkor csak senki nem figyel arra, amit mondok, fergeteges. Én mikor belemegyek a vizes részekben, nagyon laggolok. Egész ügyesen végignom, tehát háromszor kezdtem újra. Egyszer én is azt hittem, hogy újra fogom. Meglepődtem én is. Na, legalább megvagyunk. Szia, csak egy senki vok. Bocsáss meg, hogy nem köszöntem. Szintia, köszönöm szépen az ajándéktagságot. Claudia Blanca kapta. Na, ez megjelent úgy, akkor él a chat amúgy. Ezek szerint. Mondjuk nálam full fekete még mindig, mutatom a kamerába, hogy valami azért van a YouTube chattel, ami nem tetsző. És kitartást a munkába neked. Na, ez meg volt. Amúgy ezt nagyon éltem. Még ezt valahova majd le kell adni, de most ad akar valamit. Milyen gyorsan ideértél, micsoda díszkísérettel érkeztél. Hát így van. Végre bemutathatlak ikertesomnak, Zurinak. Á, nem akartam, hogy aggódj miattam adat, csak úgy rápörögtem a táncoló Szent János bogarakra, hogy eszembe se jutott lelassítani, miután egyikünknek nyomába szegődtem, a gyűlés persze nem találtam meg. De nem is baj, mert idehozta őket nekünk, álmaiban se láttam ilyen szépet, enni köszönöm, hogy összehoztad ezt az egészet, hogy fog örülni az a réjans, hogy megtudja, hogy ezt együtt éltük át. Na, hogy fog? Ja, jöhetek vissza bármikor, tökéletes. Végén bezavar a sok bogár, és nem láttam azt se, hogy hol van az út. Mármint, hogy hol a következő zöld jelzés. Egyetértünk, gyerekek. Jó, ez amúgy tetszett. Mindig el szoktam mondani, hogy valami tetszik, vagy nem. Én vagyok az SSO fikázója a live-okba. De ez tetszett. Ez csillagos ötös. Szia Starstable magyarul. Most dicsérem, ez jól nézett ki, ahogy jöttek a Szent Janik. Na, leadjuk a másik kis zöld cuccot is. Szia Zoe, áttértél TikTokra? YouTube-on is megy. Mind a kettőn megyünk. Már lassan egy ideje.
Hát alapvetően szeptember végén nyílnak a völgyben a kerti virágot, és jött fel a déva TikTokra. Igen, mert ott volt is egy hét, ahol a YouTube nem működött konkrétan, minden live akadt, meg stb. Addig elkezdtem TikTokon, és utána bevezettem, hogy mindkettőn, és most lett mind a kettőn kamerám. Igazából. Jaj, ezt nem olvastam el, bakker, túlnyomtam. Szent János bogarak még nem éltek visszaaludni, közeli tisztáson szoktak gyülekezni. Ha eltévedtek, szeretném, ha elhoznád őket ehhez a fához, megtennéd meg. Meg kapcsolatépítés és beszélgetés szempontból TikTokon többször vagyok random live-okba, meg ilyenek. Meg jobbnak tartom magát a kezelőfelületet, mint az OBS-t. Na, még egy verseny lesz, ennél majd koncentrálnom kell, örülök, hogy itt vagy. Szia Tifi! Képzeld, senki nem jött beszélgetni meg játszani, úgyhogy egyedül eszeszózom. Nem tudom, tegnap a Fortiba is inaktivitás volt, gyerekek, most vagy nem vagytok kíváncsiak a képemre így ezen a héten, hogy jövő héten tartsak egy szünetet, vagy én nem tudom. Jó, a Valorantban azért voltunk bőven, de hogy gyakorlatilag önmagamba beszélek, de mondjuk legalább tudok hozzátok beszélni. Jó. A Pati is csak beköszönt és elpárolgott. Kérdeztem előbb, hogy írjon valaki a chatre, és Krisztina volt az egyetlen, aki írt. Ami szomorú. Ehhez képest beköszöntünk 8-an. Igen, csak... Na mindegy. Majd mondtam, hogy a modi csoportban majd beszélgetünk, de az a modikra tartozik. Ha. Ez is jól néz ki, ez az erdős. És amúgy Zoé, te hogy vagy? Régen YouTube-on néztél engem, hogy így tetted fel a kérdés, hogy átjöttem TikTokra? Sokan megtaláltatok újra TikTokon amúgy, aminek tökre örülök. Például Barackiak úr tegnap jött valorantozni is. Ez most olyan, mintha visszafelé mennénk amúgy. Aha, és most 20 másodpercen van megtalálni a nyilat. Megvan. Megvan, megvan. Tudom, meg Petra például, ez csak általában nem az, hanem ő. Ő általában ugye csak munka után tud jönni, úgyhogy azért mondom, hogy most nyilván nem arra szólt, főleg, hogy aki korán nincs itt, az miért nincs itt. Csak hogy aki itt volt, ők nem reagáltak, hogy értsétek. Igen. Amúgy ez nagyon jó kis verseny lesz. Nem tudom, bennmarad-e véglegesen, azt lehet-e tudni, az érdekelne. Aha. Jaj, a vizem visszafelé az mondjuk érdekes. Jaj, nem kellett a vizem visszafelé, jó. Ez egész jó. Ős mongufta vagy, aha. Azt mondjuk sejtettem. De várjál, viszont ezt hol adod le? Fönn. De várjál, ott vannak lenne a bogarak. Én úgy nem... lent, itt kell amúgy is leadni. De mondom, én úgy nem megyek el, hogy azok ott vannak. Köszönöm szépen a követést, 2022. 8. hónap 5-e szívecske kenyér. Én még azokban az időkből vagyok, amikor még csak jön a live volt egyedül, valamilyen rozmár profilképű ember volt még akkor. Ó, tudom, szerintem a Botondra gondolsz. Legalábbis nekem úgy rémlik, a Boti volt azzal. Igen. Vagy a Boti, vagy a Vince, de szerintem a Boti. Hú, de rég hallottam róla, és valamelyik hosszabb live-ba beköszöntek, meg Vince is volt télen. Tökre jól esik. Mindig jól esik, mikor olyan nagyon visszatérő emberek is vannak, mert azért én nekem is megmaradtatok így az emlékezetemben, meg azért a szívem egyik részében mindenkit így bezártam, aki aktív volt nálam. Aztán persze nyilván úgy, hogy mindenkit egyszer el kell engedni. Nyilván örülni szoktam, mikor itt vagytok live-okba, vagy videók alá kommenteltek, vagy jöttök Mongufta Talira. Úgyhogy, ja. Vagy amikor nosztalgiáztok. Én nagyon ritkán szoktam amúgy régi live-okat bele-bele nézni, hogy kell az, hogy mennyit változtam, mibe változtam, előnyömre, hátrányomra. Néha kell ilyen kis tükörkép magamnak, és akkor pont múltkor, nem is tudom melyik nap nézegettem vissza, sokkal évvel ezelőttit is, meg pár évvel ezelőtti live-okat is, aztán leszűrtem, amit leszűrtem. Jót is, rosszat is, de ez ilyen. Jaj! A
nagyon adja a hangulatot a zene, a zöld környezet. Rendesen várom a tavaszt, hogy kín legyek levegőn. Úgyhogy ez egy jó sikerült frissítés. És akkor néha így át szoktam csapni ilyen TikTokerbe, hogy meg tudjuk csapatni, van bújik valakinél egy darab rózsa? Nyilván ezeket a poén kedvéért. Hogy akarod, hogy beszélgessünk veled, ha benne se vagy lépve a DC-n? Már nem volt senki, Tifi, hát azért nem léptem be. Senki se volt. Megnéztem, senki se volt. Aztán mindjárt megnézzük az új lovakat. Mindjárt megnézem. Igen, igen, most lett egy újított Discordunk, és a tagok tudnak hangba lenni. Vagy YouTube-on 199 forint a legkisebb tagságunk, és itt TikTokon pedig van egy 1400 forintos előfizetés, saját emótokkal, jár a live menetrend, meg lehetőség van különböző játékokba beszélgetni, meg ilyenek. Nyilván csak úgy, hogyha éppen fenn vagy, megmutatom neked pár egyedi emojinkat, ott van. YouTube-ra be tudjuk tenni, vagyis ha megkérem szépen Tifit, akkor ő beteszi a linket, hogyha szeretné jönni. Szerintem egyelőre csak te tudnál Tifi jönni. Hello, hello. Jó, fél óra is, jó, figyelj, ne viccelj. Szia, szia. Majd megnézzük mindjárt az új unikornisokat, csak itt volt a küldetés, és azt hittem összefügg. Legalábbis itt ilyen dupla Szent János bogár küldetés volt, három versennyel lényegében. Na, be is tette. Persze, a szerverre be tudsz lépni, ugyanúgy, igen, igen, a hangba levő dolgokat mondtam, csak a tagság, annék ugyanúgy bárki bent tud lenni, tudtok írogatni, meg ilyenek, én is szoktam. Úgyhogy, ja. Várjál, azt nézem, hogy most akkor a küldetésekbe városi gyerek Éden tér az valami másik régi küldi, akkor nem függött amúgy a lovakhoz, úgyhogy megkeressük a lovakat. Várjál meg! Megvárlak, te tudod, hol vannak a lovak? Nem. Ja, akkor majd mindjárt felderítjük. Itt megtalálsz? Egy térképen be lehet jelölni, hogy az új lovakat mutassa. Aha. Itt a jobb felső sarokban. Tudom, ez csak ló. Új korlátozott idejű ló. Ott van. Ha Morland meg Pinta között, hol máshol lenne? Várjál, megyek oda. Ide, ahol vagyok? A vízesés tetejére? Jó, megvárlak a hídon. Ja. A lóhoz. Ja, jó, akkor a lónál találkozzunk. A gyerek játszott utoljára a Karimban. Az Ardenik mellett is van Véldélbe. Igen? Akkor viszont Véldélbe vagyunk, de hol vannak az ja, azok szembe. A Véldélivel kezdjük, Tifi, mert én most itt vagyok. Jó, csak várjál. Jó. Átalakította, mutasd már meg. Nem, mondom, hogy egy gyerek utalja rá. Tudom, de hogy átalakította a kinézeted? Nem, csak össze-vissza van rajta ezzel. Ó. Na várjál. Jó, én meg megpróbálok oda találni a lovakhoz. Jó van. Mióta átalakították, annyira keveset rohangáztam itt. Pedig kéne a sok Szent János bogár. Ja, hát én fel sem megyek már. Én is elengedtem, hogy live-ba gyűjtjük, az jó az úgy. Itt úgy is sok van. Szép lett a vérgyel. Nagyon. Pont mondtam is verseny közben is, hogy ha még nem is arra kéne figyelnem, akkor is nagyon szép. Ja, bocsánat, tudom, hogy hallottad. Nem az. Vagy hát gondoltam, hogy hallottad pontosítva. Úristen. Akkor tényleg rég voltál fent. Én mondjuk ugyanez volt a reakcióm. A lovat nézem, te. Te már ott vagy. Úristen, ez csak 250 SC-n van. Azt hittem 250-be kerül. Nem. Nekem ez kell, ez a fekete.
Beküldtök egy linket. YouTube-on, írd be YouTube-on, hogy Mongufta Family, és ott a link, mert Discordon nem tudunk linkelni. TikTokon. TikTokon, bocsánat, rosszul mondtam, de gyere át gyorsan YouTube-ra, Tifi beszpemelt egy csomószor a chatbe. Hol vagy már? Keresem! Most értem ide. Van túl. Van. Hát itt vagyok, de nem látlak. Már eljött. Ja. Jó, várjál, visszamegyek. Ott vagy szerintem. Nem. A kecskét már látom. Ja, itt vagy. Itt vagyok. Ah, igen, először a lovak előtt nézzük meg az új állatokat, mert ezt láttam. Van ez a kecske, dadus. Igen, akkor van a másik mókus, meg a bagoly, de 350-eket most nem szeretnék értük adni. Úgyhogy nézzük a két unikornist. Ugye van ez a fekete, a tejem. Olyan, mint a csillám lenne rajta. Azt nézem, mindjárt azt nézem, nem lehet közelíteni? Nem. Kenter, galop. De amúgy nagyon szép. Na és ez tipik tényleg unikornis. Hello, Adrus. Mondjuk meglep, hogy nem fehér, de mondjuk miért ne. Különleges járása is van. Köszi a követést, Avokádó fan egy. Most bánom, hogy miért költöttem el az SC. És ilyen unikornis nélkül. Úgyse csúnya amúgy. Unikornis nélkül? Hát szarv nélkül. Köszönöm szépen a követéseket mindenkinek. Na ez a másik. Ez pedig ugye hát ez ilyen füves zöld. Nagyon jó. Olyan, mint a mocsári meg a fás egybe gyúrva. Volt a Halloween. Ez viszont jobban tetszik simába amúgy. Szia Maria Knight! Nekem nem működik az SSO, amióta behozták ezeket a lovakat. Megpróbáltad, hogy letörlött teljesen, és visszatelepíted? Jól vagyok, köszönöm szépen. Oké, Tifi. Mindkettőt meg fogom venni, mert limitált és ősló. Milyen napod van Maria Knight eddig, meg Adrus? Adrusnak ez nyilván negatív, hogy nem tud belépni. Érdekes, mert ez jobban tetszik unikornisként, ez meg simaként. De így se rossz, csak nekem így egy picit sok. Jó, megveszem először őt, mert őt beküldjük az istállóba. Valami green lesz. Ki gondolta volna? Ugye? Vagy van horn, mint szarv. Legyen zöld fű. Az amúgy nem rossz. Ő lesz a füves ló. Fű? Én azt értettem, hogy fül. Nem, fű. Ja. Green grass. És beírja, hogy fű. Hát de nincs olyan. Na, nincs fű. Nincs. Nem adta be rá. Nincs. De ott van, várjál. Grace van. De eskülás. Green és Griffin. Most viszonylag chilles, de csak én vagyok, és a szívecskétől megint nem látok. Érthetetlen kolléga, szóval nem tudom, meddig lesz chilles kitartást. Én meg vagyok, ma tegnap nem volt tanítás iskolába, szóval minden jó. De király az! De mikor lépek be és eltűnik a töltőképernyő, betölti a Jorviko elejét, aztán hálózatival kidob. Ez nem tudom, hogy miért lehet. Szia, nem tudom kiolvasni a neved, de üdvözöllek. Jó, akkor ő lesz a green glass. Mint üveg. Mindig kasszadok. Jó. Adri, jó, rendben, csak a fura írás nem tudtam felismerni. Na, így a zöld környezetben összefolyt a pofánk, igen. Jó, ő megy az istállóba, másikat hozzuk. Én addig elmegyek lovat váltani. Jó, én meg leszedem erről a lóról a cuccokat. Mert ez marad rajta.
Mondjuk semmilyen patkó nincsen rajta, azon nem vagyok meglepve magamon. És akkor ő neki már megvan a neve. Igen, hát nyilván nem nehéz kitalálni, hogy ő lesz a Black. Pink. Black Pink. Mondjuk abba kellett volna rózsaszín. De nincsen Blackpink nevű lovam. Jó, Black Prince. Nem Block, Black. Várjál, Block, üzét tettem. Köszi a követést, Badia. Nem jót tettem. Várjál. Nincsen Black, ne Block. Hát, majdnem beblokkoltam. Mondjuk, várjál, a Dream se lenne rossz. Azt lehet elején? Aha. Dream Black. Csak blokkot enged. Black Sparkle. A Sparkle az mi is? Fél, akkor legyen igazatok, Dream Sparkle lesz a kettőből a keveréke. Csillám. Átszúrta a fejem, eddig tartott a pályafutásunk. Szia Arceus! Szia, kellemes napot mindenkinek! Új és erősebb nettel lettem, gazdagabb, és örülök, hogy live-ra is ide értem. Olyan szépen haladt a fiatal ember az internetváltással. Na, most már új... nem is tudtam, hogy újad lesz, Baracki okurt. Coconut Mountain CM. Na, Bella, azt hittem, hogy hozzám jött. Senki nem jön játszani. Csillogás. Na, várjál, nézzük meg akkor a jármódot. Nem vagy itt! Mondtam, hogy szedted a legtöbb. Hát úgy mondtam, hogy nem vagy itt. Hogy kell neki a extra cuccot? Nem jó a space. Várjál. Nézd már, még szakálla is van. Az én vagyok. Ott a szakál, hallod? Ezt észre se vettem. Dika szakállas. Két helyen vannak a pacik, én csak erre a kettőről tudok. Amúgy én is meg szeretném venni az egyiket, legalább az egyiket, csak nem enged be. Hát reméljük azért majd, hogy megjavul a Adrus. Meddig játszatok? Nem tudom, pont mondtam Tifinek is, hogy nem tudom meddig tartom a live-ot, mert lesz közben dolog, úgyhogy lehet 3-ig, nem tudom, biztos, hogy nem sok, hát vagy 4-ig max, nem tudom nagyon sokkal tovább. Nem tudom. Ahogy alakul. Igen. Hát amúgy ez így szép, csak egyáltalán nem megy a szettem hozzá a ruha. Se. Eltűnt a fekete kabakom. Az nem jó, mi ez a mag? Megvan. Amúgy... gyönyörű lennék így. Wednesday-esbe. Hát, fura ruhák vannak nálam. Hát igen, ez most nem késő délutános live. Gyorsabbra, erősebbre lett váltva a papám, nem internetezik, de viszont én igen sok játék mondhatni miattam váltott kedvességből. De cuki, tényleg hálás lesz neki. Szia Molly! Ha lovad eléri a hetet... Jaj, tényleg nem egyből tudom a különleges jár, tényleg igaza van a Mollynak, hetes szinten tudom. Sziasztok, új oldalról vagyok, szia Ági Holzreider, YouTube-on csak Veronika X készül. Ó, rád is emlékszek! YouTube-on is nyomjatok egy feliratkozást, rácok, nyomulunk a 8000 felé. Itt megnyomjuk a lájkokat, gyerekek, már 1300 van, köszönöm, és nem tudom mennyi rózsát tettem be. Szívlej engemet, ha be tudtok nyomni, az egy koinos, az hálásan, köszönöm. És akkor elkezdhetünk majd edzeni. Morland vagy Pinta? Nekem mindegy, de most megyek vissza VB-hez. Jó. Amúgy meddig lesznek benne a lovak? Ez jó kérdés, szerintem egy 2 hétig gondolom benne lesznek, de nem akarok hülye információt adni. Mindjárt megmondom neked, várjál, rákeresek addig. Addig írjátok be, hogy Morland vagy Pinta, akik fent is vannak. Star Stable, magyar. Na ott a Tifi, már látom.
Mindjárt megmondom, de valaki hamarabb be fog érni. Több a Morland. Jó, Morlandra fogunk menni. Na, holóerdő, egyszarvúi, bla bla bla. Hol kaphatom meg őket? Véldélben, mennyibe kerül? 9,50, pajtások 3,50. Igen. Költöző lovak, a Marvari és az Akaltek a Körli átköltözött új dombtetőre, és a Knapstrupper félhold faluba költözik. Jó tudni. Bónusz üzletben is van egy új tárgy, fejlesztést vezetünk be, hogy jobbá tegyük a játék, bla bla bla. Hát az, hogy meddig vannak benn, azt én nem látom. Szerintem 2-3 hét. Az lenne logikus, de nem látok rá dátumot, tudod, szokták írni, hogy hány hétig lehet. Fura. Hát meg, biztos, hogy meglepődnék, ha örökre, nem hinném. Azért. Nem vagy vak, én se látom. Éppen tortát zabálok, tegnap volt a szülnapom. Isten éltessen sokáig, sok boldog születésnapot kívánok utólag is. Akkor Morlandbe. Hírekbe akkor nem tették bele. Hát hibázni emberi dolog. Korát. Korát hibázni. Ja. Várjál, hova lett a lószállító? Ja, azt is áttették oda hátra. Nem ehhez voltam szokva, hogy ott van. Morland. Majdnem SC-vel vettem. Amit előre tudok, srácok, jövő héttel kapcsolatban, Valentin napon nem lesz live-ot, kikapcsolok magamat is. Bár mi nem annyira szoktuk amúgy a Valentin napot ünnepelni, majd még meglátom, hogy fogom-e idén. Tavaly szerintem ünnepeltük, tavaly előtt nem. Nem tudom. Nagyon jó szett van a shopba. Nekem már csak a izé van itt, a csizma. Vagy a lóra mondod? Lószett? Nem, hát én mindig kiszedem, szóval nekem csak a kék új szett van benne. Nekem meg csak csizma volt. Ja, kék új szett. Nekem... Miért nem szereti amúgy ezeket mindig? Ja, a lóra. Nem csak lóra. De ez az emberes... Az Royal Escort. Hát abból csak a cipőt most vettem fel. Többi meg nincs bent, akkor azt már kiszedtem. Köszönöm szépen a követés, és köszi a megosztást, Beni. Majd ki kell keresni, akkor hova raktam el. Valamikor ezeket tényleg... Kell majd egy rendet rakunk live. Vagy videó. Hát, vagy 5 év múlva fogod megcsinálni. Ez igaz. Én még annó 80-ban megcsináltam, aztán azóta tartom. Na, nálam egyszer jön a belenyúlt, azóta széttúrtuk egy részét. Tennel kezdjük. Várjál? Várok én. Amúgy is pont befagyott a YouTube. Zsa. Valentin napon van a farsang nálatok, az kemény. Összemostátok a két üzletet. Két ünnepet. Cseszett lassú a lovam, azért mert egyes. Aha, nekem is. Hú, te jó ég. Megijedtem. Szia Dóri, hogy mi ez a tempó, gyerekek. Még jó, hogy itt kezdtünk, ez át sem menne csomó versenyen. Mi a szerver? Coconut Mountain CM. CM. Úgy. Hűű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 
csak fel kell fejleszteni. Na én már megvagyok. Hallod, én még a feléig jutottam, akkor valami nem jó. De, nekem is egészes, csak lassú. Ilyen lassú voltál. Hát ennyire nem szoktam lassú lenni az új lovakkal se. De gondolom nincsen se patkóm, se semmi. Patkóm az nincs, de minden más az pluszos. Hát jó, de nem maxos valószínűleg. De. De most ugye átvált kettesre, nézd majd meg, hogy jobb lesz. Jó, legyen igazad. Nekem mindig igazad van. Ennyi. Mit akartam? Ja, leápolásra is kapunk XP-t, nem? Vagy alapból leápolva veszed? Aha. Szomorú.
Nem, adja az XP-t, jó? Hát akkor Nem szoktam. megcsináljuk az alap dolgokat, etetünk. Mindjárt lép megint egy szintet. Mi volt? Etetés, kell még itatás. Ú, képzeljétek, tegnap beszéltük Janával, vagy lehet, hogy idén nyáron, most abban majd elmegyünk nyaralni, ott lehet majd lovagolni. Ez még csak terv, de már néztünk helyet. Na várjál, itatás, patakaparás, aha, az hiányzott. És pont egy szintet kapsz érte. Hát érdekes lesz, az biztos, mert gyerekkoromban ültem utoljára lovon. Mármint kamaszkoromban, nekem is kéne edzenem, de nincs kedvem. Hát ilyenkor van kedved, gyere fel játszani. Gyere, nem tudom ki majd, de gyere. Dóri, valamilyen Dóri írja, csak sok Dórink van, azért nem tudom így. Úgyhogy elvileg valami tó is van, meg erdő, úgyhogy ilyen kirándulós, kicsit mozgásos, sportos nyaralást tervezünk majd nyára. Aztán majd meglátjuk, hogy ez mikor lesz, június, július vagy augusztus eleje. Te holnap mész lovardába, az tök jó. Én azon gondolkoztam, hogy attól, hogy én mondjuk 14 évesen lovagoltam, attól majdnem mindent is elfelejthettem, gondolom. Nem fognak egyből engedni, hogy csak úgy egy idegen lóval megmozduljak. Gondolom csak körbe lehet majd menni szárral. De kíváncsi leszek nagyon, hogy mit talált Jana. Most tavalyit én választottam, az ideit ő. Így cserégetjük. Még muszáj is mennem, mert kimegyek, átmozgatom a lovamat, értem. Én is holnap megyek, holnap után is, de jó? De jó nektek. Azt akartam, de én is, hogy de jó nekik, hogy így ennyire sok sport belefér a suli mellé, mondjuk. Kell is. Én csak kosaraztam suli mellett, de hát azért az más. Én is. Ötödik. Suli kívül? Nem, hát a suliban ilyen órák után. Ja, olyan nekünk is volt, meg nekünk a lakóteleptől nem messze volt kosárlabda pálya, és oda kijártunk egy ideig. Ja. Hát pingpongoztam is napközben. Azt én a nyári táborokba csináltuk, meg asztali teniszt is, de nem voltam benne, jó? Én jó voltam. Én nem. Szerintem már nem jártam napközében. Várjál, Lorettát nem csináltuk meg. Én nem tudom, én teljesen más csinálok. Ja, én a három izét csináltam, meg a három lassút. Ja. Én néha örülök, ha élve hazaérek. Nekem is volt olyan sulis időszakom, amikor emlékszek, hogy még óra után kellett menni külön órára, matek korrepetálásra, mert nagyon béna voltam matekból. Meg volt, amikor németre is jártam, és egyszerűen nem volt már időm semmire. Mert mire hazaértem, este 6 volt, és még akkor tanuljak. Azt nagyon nem szerettem. És heti kétszer kellett menni. Ez gimi alatt volt. De ahhoz képest jó megtanított matekozni a tanárnő, mert ügyes volt. Ha engem meg tudott tanítani, csak mindig annyi házit adott fel, vagy kaptunk a suliba, és akkor ott megcsináltuk együtt. A matek tanár meg a sulis nem akarta elhinni, hogy én csináltam meg, pedig mondom, hogy dehogy nem, én 2 órát ott szenvedtem érte. Meg lehet kövezni, de amúgy én matekból mindig is jó. Miért köveznénk meg? Az tök jó, ha matekból jó vagy. Ha matekból jó vagy és informatika felé mész tanulni, vagy valami mérnök, vagy valami, akkor rohadtul jó fogsz keresni, ha ügyes leszel. Köszi szépen a követést, T. Gazdag lesz. Azért mondom, hogy van ismerős, aki ilyen híd építői, építészeti cuccba van, rohadt jó keresnek, úgyhogy tényleg érdemes. Én valamikor a barátnémet kérem meg, hogy mozgassa meg a pacim, az is tök jó, hogyha megbízol így benne, meg a lovad is. Mennem kell, sziasztok, rendben, köszi Ági, hogy itt voltál, további szép napot. Látom, hogy szintelni kell a lovat, figyelek, csak elfelejtettem.
YouTube-on 10-en vagyunk, fejeljük meg a lájkot, TikTokon pedig 25-en vagyunk, srácok, egyrészt üdvözlök mindenkit, jó szórakozást, aki még nem volt nálam, azt megköszönöm, hogyha nyomtok egy követést, illetve hogyha valakinél megbújik egy rózsa, azt is hálásan köszönöm, de ez csak egy támogatási lehetőség. Alapvetően sok játékkal játszok, és az SSO az ilyen örök kedvenc is, még hogyha sokszor szidom is. Köszönöm szépen közben a követéseket, úgy látszik hat a motivációs beszédem, úgyhogy tényleg örülök, hogy itt vagytok, lehet, hogy for you, vagy nem tudom, de minden esetre mindenkinek szép délutánt kívánok, és most már itt is vagyok kamerába, ezt meg még szoknom kell, hogy most már láttok is engem, nem csak hallotok TikTokon. És Coconut Mountain szerveren vagyunk. Igen, for you, köszönöm szépen, Lolko. Ezt mindig úgy fogtam fel az SSO-t, mintha autó helyett lovaznál, de gyakorlatilag a fősztori részt azt nem tudom megunni. Tehát az mindig bennem tartja, hogy várom. Meg hát most ez a Szent János bogaras dolog is szép volt. Köszönöm szépen mindenkinek a követést, mindjárt majd név szerint is megköszönöm, csak be kell érjek. Na tehát Lolko, Delfinetli, ModG4Y arc. Jet Fighter 43 és Larus, nagyon szépen köszönöm a követéseket, és ha YouTube-on beírjátok majd, hogy Mongufta Family, és nyomtok egy feliratkozást, ami ingyen van, azt is hálásan köszönöm. Na, szinteltetjük is a lovunkat. Én becsülöm... Mond? Mond? Nem, várj, csak elkezdtem olvasni, én becsülöm, hogyha valaki jó matekból, sajnos nem vagyok jó benne, középsuli elején még az voltam, de mire kiártam, köddé vált a tudás. Amúgy, aki nem ilyen pályán fog dolgozni, tehát mondjuk nem kasszázik, meg hasonlók, annak egyáltalán, annak kb. Csak az, annyira kell a matek, hogy megszámolt, hogy mennyi pénzt fizetsz, meg mennyi pénzed van. Tehát, hogy a matekot azt egyáltalán nem használom én se. Meg nagyon sok mindent nem használunk, amit tanultunk, de az már más tészta. Morlandi bajnokság lesz, nem? Nem? Na zsak. Az lesz, jól láttam? Nem tudom, nem néztem. Lehet, hogy félreolvastam. Lehet veletek edzeni? Igen, Coconut Mountain szerveren vagyunk. Eladónak tanultam, az kemény nekem a keresztanyukámnak. Köszönöm Lovak Anime a követést. Keresztanyukámnak volt bolti vezetői, vagy boltvezetői szakmája. És akkor most meg már bárkit felvesznek érettségivel is, tehát hogy azért meghígult. A dolog. Én meg nem, de voltam három helyen eladó, és nem szeretem. Nem szerettem, mert nagyon sok hülye ember van, de mindenhol. Tehát oda tényleg az menj, akinek olyan idege van, gyerekek, hogy... Ja, hát viccből, megyünk Pintába. Csak szét, megnéztem, van-e ott valaki, de nincs. Coconut Mountain szerver. Itt is van verseny, nem? Ja, van, már van. Én le vagyok maradva, várjatok, mindjárt visszamegyek oda. CM szerver, srácok. Nem. Az nem, az valami feladat. Igen. Úgyhogy az eladók előtt le a kalappal, akinek van türelme. Én néztem, hogy mondjuk az, aki az izé előtt van, az önkiszolgálónál egész nap és csak lekártyázza, ha elrontják, azt amúgy csinálnám. Van ismerősöm, aki csak igen, azt csinálja. Igen, én is amikor teszkoztam. Az jó, egész, az azért mondom, hogy igazából gyorsan meg vagy, nem is annyira megterhelő, nem mindig kell oda menni, vagy nem tudom, hogy ott mennyi szerromlott, vagy ütötték félre, vagy valami. Spárba sokan, azt tudom, meg a Lidl-ben néha-néha, ott én is elcseszem Lidl-be. Ha nem, mondjad Tifi, mondjad, meghallgatlak. Tudom. Tudom. Jó vagy. De azzal, ott inkább az volt a gond, hogy ugye 18 éven felülieknek mindig be kellett csipogni, tudod. Aha. Na mindenki piát vesz. Csak szólok. Igen. Brutál. Nem hallod... Hát alkoholista minden... nemzet vagyunk, ne viccelj. Nálunk isznak a legtöbbet. Köszönöm szépen a szívlelés, most meg fogsz ölni, de nem tudom a neved. Én nekem a gyerekek ilyen fiatalos Alzheimer korom van, tegnap a Timi nevét se tudtam, most meg elfelejtettem, hogy mit írtatok fél órája. Várjál. Meg beírta, hogy mi a neved, de bakker, én hülye vagyok ma. Adri. Adri, köszönöm.
Én is csak piát szoktam venni a boltokba. És nem eszel? Ja, mondjuk, hogyha a szülő megveszi a kaját, az jó, mert mondjuk, figyelj, ha abból indulunk ki, hogy aki a szülővel él, mondjuk, most nem tudom, hogy Zoli, ezt neved magadra, de hogyha valaki a szülővel él, akkor általában mindent megvesz, mondjuk, nekem fater is hozott sört, úgyhogy azt nem kellett venni, de tény, hogy alkoholt azt hamarabb vettem, mint kaját. Chipset is hozott. Ez a baj, én nagyon gazdag család, tehetős családban nőttem fel, én nem vagyok jó példa, mert nekünk minden ott volt, és ez sokszor még mai napig is nehézségeket szül, hogy jana nem, én meg elkényeztetett kispöcs voltam, és mindent megkaptam, amit akartam. Ezt bánom, mert azért így az élet megtanítja, hogy nem minden van ingyen, sőt semmi. És azért az fájó pont volt, de van ilyen. Úgyhogy nem jó, hogyha mindent megkaptok, saját tapasztalat. Mert akkor jobban fog fájni, ha nem tudsz valamit megvenni. Most például én a héten, múlt héten nagyon utáltam magam, mert szerettem volna Janának valamit születésnapjára, és nem maradt annyi pénzem. Úgyhogy elrontottam. Kellemetlen. De hát van ilyen. Majd jövő hónapban egybe kapja. Vár, nem hallak a zenétől, mert annyira hangos. Ahogy énekel a fülembe. Inkább nem enni próbálok. De miért? Hát evés az fontos ahhoz, hogy erről létbe legyél meg minden. Azt nem mellőzzétek. Halkuljon már el a zene, és akkor tudom hallgatni a tifit. Miért kell max hangerőn bömböltetni a fülembe? Szia, Boti! Majd mindjárt olvasom, Zoli, csak egy szavaknál több izét nem bírom elolvasni. Na végre! Inkább jelentéktelenné válik minden, és nem tudsz már örülni semminek se. Amúgy, ja. Azt mondtam, hogy látod, mondtam, hogy a pizzát ne rendel meg. Ja, nem azon múlott, még azon felül kéne egy tízes. Tehát, hogy nem azon múlik. Azzal együtt se lenne még meg. Drágább az ajándéka, mint amit gondoltam. Én gondoltam, hogy az mondjuk egy 12 000, és közben 30 fölött van, úgyhogy szopás. Már ugye úgy van feltüntetve, hogy 10 000 forinttól, de 30 alatt nem úszom meg, azt zárójelben nem mondták, nem fogom elmondani live-ba, hogy mi az. De emiatt nem tudom megvenni. Na mindegy, ő azt mondta, hogy nem baj, jó lesz neki az majd szülő. Hát nem most lesz a születésnapja 17-én, de azt mondta, hogy neki jó lesz márciusban, és én meg mondtam, hogy de ez nem ugyanolyan. És én vagyok, aki jobban hisztizik ezen. Pedig mondta, hogy értsem meg, hogy neki nem az a fontos. Az fontosabb, hogy vele töltöm az egész hétvégét, nem fogunk telefonozni, live-olni se, és akkor tényleg egy 2-3 napot együtt leszünk, csendbe, békességbe, stb. Az azt mondta, hogy többet jelent neki, mint az ajándék. De én nekem meg a szeretet nyelvem az ajándék, azért szeretek adni, meg kapni is. Úgyhogy ez ilyen szempontból kellemetlen. Azt mindenképp, mikor valakivel ismerkedtek, tudjátok meg, hogy mi a szeretett nyelv, hogy ez lehet ajándék, lehet a mély beszélgetések, lehet az érintés, lehet az, hogy bekussolsz és csöndbe vagy, a másikat hagyod pihenni, meg ilyenek, na hát ebbe különbözünk, és akkor ez azért nehéz. Na. Jaj, mindjárt befutok oda. Igen, mert amúgy is úgy számoltam, hogy még ugye a YouTube money, azt én nem szoktam titkolni, az 20-a után kapjuk. Szia Luca, köszönöm szépen Luca Boróka a követést. De a YouTube money, ami megérkezik, ugye az egyrészt a telefonom törlesztője, mert úgy vettem a telefon. A másik, ami meg maradt belőle, még mindig kevés, és ezért mondtam, hogy jövő hónapban meg sima ügy, sima liba, de most nem tudok honnan szülni ennyit sajnos. Én másik lovat vettem meg, én mindkettőt. De nekem a másik jobban tetszik simán, mint unikornisként. Igen, ezt elolvastam. Ja persze, ő is azt mondta, hogy jövő hónapban is jó neki. Csak tudom, hogy valakitől meg majd kap ajándékot.
és ez rossz, engem érint rossz, hogy én nem tudom azt adni, amit akartam. Na mindegy. Pinta után menjünk délpatára, át tudunk menni kompal, én meg átmegyek haza. Ja, csak még versenyben. Ja, nyugodtan. Na mindjárt beérek. Nem jó a gyomrod a kajákra, vagy mire írod, Zoe? Fú, amúgy ma nekem is fájt a hasam. Abban sem voltam biztos, hogy ide tudok ülni, játszani, de... Megoldódottam úgy, csak nem tudom. Levest ettünk este. Kék és lila levest. Ha már mondtátok a rózsaszín tésztát, hát van benne olyan cucc, ami befogja. Amúgy gyümölcsleves volt. Ja. Na, min Pati? Mert szóltam neked kb. 40 perc, és nulla reakciót kaptam, ez fájt. A lelkemnek. Hát, na tippeljetek, melyik zöldség foghatja be lilára vagy kékre? Mára már kék volt, mert ma is ettem levest. A levest. Ja. Tudod, miért nem tudok enni, Dave? Miért? Nem szilva? Szilva? Nem, ez zöldségleves volt. Cikla? Nem, de közel járt. És na, mesélj, Pati, mitől nevetetek? Paritja? Mondom, parlizer. Nem. Szia, Aniko. Most már nagyon érdekel. Van a számba egy sebés, amiatt az nem jó. Kiki megfejtette, a Kiki 24 TikTokon jár neki a kex. Tényleg. Lila káposzta, így van. Olyan szép lila lett tőle a leves, mára meg bekékült, miután ugye hűtőbe volt. Köszönöm, jól vagyok. Aztán még kék volt a tészta is benne, nagyon jól nézett ki. Itt milyen verseny van? Itt három is van. Ja, nekem nincs. Ja. Nem csináltam, jaj, ki küldi. Addig kezd el akár. Ja, de van már. Káposztára nem gondoltam. Mi nagyon szeretjük a jó káposztát, mert jó ízt ad neki. Nem is tudom még mi volt benne. Krumpli, répa, fűszerek. Meg jó cérna metélt. Azt szeretem nagyon. Most jól esett. De sokáig is elég volt, meg kettő adag volt tegnap, mára is maradt ebédre, úgyhogy bőven jó volt. Meg aránylag gyors leves, tehát hogy 40 perc alatt ehető. Húst is akartunk bele, csak elfogyott. A csirke előtte levő nap meg megromlott, nem tudjuk, hogy hogy. Úgyhogy ezt ki kellett dobni a kukába, úgyhogy a csirke így emiatt kimaradt belőle, pedig eredetileg belement volna. De még jó, hogy mindig jön a szétszedi, és csak ilyen kicsi két adagnyi csirke maradt, ment a kukába. Pedig amúgy nem szokott megromlani, de most nem tudom, mi történt a hűtőrésszel. Most nem volt jó. Hali Anna. Pont ezt beszéltük, hogy előtte talán novemberben romlott meg virsli, de azért már azt nem ettük meg 3 vagy 4 napig, és nem bírja az a fajta, amit szoktunk enni. Ha annyi napig bontva van. Köszönöm szépen a követést, mindjárt nézem. Dóri, köszönöm. Na, közben rózsa élő cél van, ha valaki hozzá tud járulni egy rózsával, köszönöm, vagy egy szívlej engemmel, azt már kaptam is, köszi, köszi. Cékla rózsaszín szint ad, de először én is arra gondoltam. Igen, de meg az talán még pirosat is tudsz vele, bár nem, annyira nem. A vörös káposztával hamarabb, vagy az is rózsaszín. Lehet jönni közben. Én megyek ebédelni, de majd visszajövök rendben, jó étvágyat. Köszönöm a követést. És te mit ebédeltél, vagy főztél ma, Tifi, vagy még nem volt ebéd? Semmit. Az úgy jó. Nagyon... Nem voltva. Ja, nagyon jó zapkását ettem. Ilyen túrókrémes fehérjeporral. Meg erdei gyümölcsös, fagyasztott gyümölcsöt szoktunk beletenni, meg most magyaróvajat is tettünk bele, de nem azt az édeses, cukrozott magyaróvajat, hanem ami nem édes. Mondta is ilyen, nem fog ízleni, mert nem édes, hát mondom, attól ízlik. Amúgy jól van. Mi jól van? Micsoda? Mire mondtad? Nem értem.
Mondom, jól hangzik. Jaj, finom volt nagyon, meglepően, csak kicsit túltoltam a gyümölcsöket. Megborult, ahogy én öntöttem, mert reggel én csináltam a zapkásám! De nem szeretem a zapkásámat csinálni, nem tudom. Meg a rántottát se, én csak azt enni szeretem. De az a baj, hogy Jana meg egyre jobban szoktatna rá, hogy én csináljam meg magamnak. Szomorú. Jól teszi. Hát, ja. Ezt kapom két hete, hogy most már mindig én csináljam meg, ne az legyen, hogy megvárom, amíg hazajön, hanem nyugodtan csinálja kaját. De én meg olyan vagyok, hogy nem szeretek kaját csinálni. Mondtam, vegyünk kenyeret, meg vajat, az fél perc alatt megvan, vagy zacskós leves, de azt mondta, nem egészségesebb kajákat csinálsz, és meg tudod csinálni 3 perc alatt, az a baj, hogy igaza van. Tényleg annyi idő. Jó, rántotta 5 perc. Még mindig cseszett lassú a ló. Alig várom, hogy nagyobb szintű legyen. 5-ös. Éppen készülődök sulis gálára, szurkoljatok, én kaptam a legtöbb szöveget, szurkolok neked, Anna. És milyen jellegű szöveg? Vers, vagy próza, vagy történet, vagy párbeszéd. Hon vagy? Én itt megyek le a Remetéhez, mert ott is van verseny. Vagy. Na még tudtok barátba is jelölni, ilyen is régen volt. Akik itt vagytok, beveszed a csoportba? Szerintem igen, mert jönnek utánam. Vagy nem? Remetéhez, Lola meg Alexandra. Szerintem igen. Hívd meg nyugodtan őket. Ajánlom Tifinek a Barbie tésztát, csak tésztát kell főzni hozzá, amúgy a tészta saláta parizellel is olyan jó. Amúgy jónak néz ki, én is megnéztem, másik irány. Amúgy, de hogy... nem kell az egész cékla bele, az jó, hogy leírtad baracikót, az nekem is furcsának tűnt, hogy annyit beletenni. Én maradok a pizzakrémes tésztánál. Ó, az is jó, bármi, ami pizzakrémes, az nálam jöhet. Az egy egyik gyengém. Kóstoltátok? Hát, tésztát szerintem annyira nem. Kell tésztát szoktunk. Majd elküldöm a receptet. Jó. Meg kéne lepnünk, hogy jönnek. Hát a Remete versenyeihez. Hát de... ott még nem voltunk most. De erre van? Igen, ott van lent bal oldalt a térképen. Jó. Ja. Én is kiedzem a lovat, addig másikat nem veszem meg. Na, ez egy jó hozzáállás. Igen. Ja, fokhagymára írtad, hogy nem kell bele céklának, meg ha nem levét rakjuk, hanem kivisszük magát a céklát, akkor megfelelő a mennyiség. Aha. Jó, a fokhagyma túl sok benne. Mondjuk az nem baj, valami jó fokhagymás. Csak én imádom. Csak ha vámpír vagy, akkor ne. De amúgy jó. Te is szereted a fokhagymás dolgokat? Persze, hát most a tésztába egy egész fokhagymát belerakt. Én azon gondolkoztam múltkor, hogy mibe raktam fokhagymát, mert emlékszek, hogy törtem össze, van ilyen fokhagyma nyomunk, és emlékszek, hogy konkrétan másfél fokhagymát vagy egyet beletettem, gondolkoztam, hogy csilisbabba tettem volna fokhagymát, amúgy lehet. Jézus. Mi, az is jó. Én vagyok Alexandra Overchild, rendben. Na, így már akkor megvan, hogy ki ő. Meg a fokhagyma az amúgy olyan mindenre is jó. Van gyógyszer is, amit Jana csinált belőle. Citromlé, fokhagyma, meg valami, és olyan az íze, mint egy ilyen pörköltnek. Az tök jó, hogy azt kell szedni, ha megfázok. Ilyen ordogulás, nem? Aha, nagyon jó, meg még finom is. Mondtam neki, hogy mondom, hát még egy mellé csapunk egy savanyút, azt jó is laktam. Az a másik mániám mostanában, hogy mindenhez savanyút, meg szószt kell ennem. De ez az én ilyen, majd nem tudom, úgy esik jól. Például ilyen bulgúros csirkés cucchoz, ilyen uborka saláta jellegű dolgot, vagy ilyen kicsit a cacikihez hasonló szósz készített, sok borssal, meg minden, és ez tök jó. Gyömbér? Gyömbér, azaz, gyömbér is, az is jó. Bele, csak az nagyon erős, abból nem kell nagy, meg sok. Köszönöm szépen a követést.
Gyömbér az, az nagyon erős. Azt mikor susizunk, akkor szoktunk kapni. De ahhoz például szeretném. Mikor susizunk, hát bocsánat, fél évente egyszer. Bőven elég. De nagyon jó is. Melyik szerom vagy? Coconut Mountain CM. YouTube-ra ki van írva, hogyha YouTube-on is nyomtok egy feliratkozást, majd akár azt megköszönöm. Az ingyen van. Ezután Tifi válasz, hogy hova menjünk edzeni. Világgel. Az a legjobb. Na, Lola is beakadt, nem csak én. Folyamatba akadok. A semmibe. Szép. De ha lehet, legyetek tag. Igen, mondjuk az se egy utolsó dolog annak a szempontjában, hogy látják a live menetrendet, az emotok, meg hogy támogatnak, nem egy utolsó dolog. Így van, YouTube-on 199, TikTokon pedig 1004. Na, hova menjünk viccen kívül? Borászat. Jó. Hol van? Ja, oda kell menni. Mehet a borászat. Rajtatok nőttem fel. Szia Lili, Teams version. Na, ez jól esik. Üdv újra akkor. Köszönöm, hogyha nyomsz egy követést. Borászat. A Barónő versenypályája? Vagy melyik az? Nem, hanem a Silver Glade. Ah, jó. Tényleg. És mi újság van Lili azóta? Hogy vagy fenn YouTube-on? Mongufta Family, írjátok be srácok, és akkor ott ki is van téve a CM jelzés, legalábbis remélem, hogy tényleg kitette. Illetve ha oda is nyomtok egy feliratkozás, az hálásan köszönöm. És ott 199 ugye a tagság, itt pedig 1004, de itt is vannak tagok. Szia Bianca, de örülök nektek, úgy látom jönnek vissza a régi arcok. Többen is, nagyon jól esik srácok, lehet valaki bedobta valahol, vagy nézzétek, már emlékeztek még erre, hülye van, mint hogy... Viccen kívül jól esik. Meg aki már YouTube-on ott van, egy lájkal is támogassa az algoritmust, köszi. Itt pedig TikTokon köszi a 2000 lájkot, toljuk fel 10-ig, hogyha ügyesek vagytok, gyorsan megvan. 17-en vagytok most, nyomjátok egy kicsit tap-tap, hogy legyünk TikTok szaknyelven. De jó látni, hogy újra live-olsz, régebben nagyon sokat nézel titeket, csak már sok dolgom van. Hát ilyen az élet, kedves E betű. Nem tudom így a neved, kedves E. Hát én is kevesebbet live-olok azért jóval, viszont igyekszem akkor teljesen ide figyelni. Coconut Mountain szerveren vagyunk, és több videó van, tehát hogy azért azok jönnek, meg... Nyáron ugyanúgy még idén még biztos szeretném azt csinálni, hogy délelőtt és délután is lesz live, mivel hogy aki még sulis és nem dolgozik, az ki tudjon kapcsolódni. De szeretem csinálni, még csinálom, meglátjuk, hogy meddig, hogyan, miként. Most értük el a 7000-et YouTube-on, itt meg már 12000 lesz azt hiszem, amire megyünk, úgyhogy szép visszatérése érkeztem TikTokra. Tartalmat oda is kéne többet gyártani, nem csak a montást, csak nagyon-nagyon nekem is kevés időm van a munka meg a magánélet mellett most már azért, de igyekszek itt is ott is aktívaskodni, amennyire tudok. Coconut Mountain Seron vagyunk. Kami, szia. Játszunk valamikor egy kis eszeszót? Hát most is feljöhetsz. Bármikor. Köszi Tifi, hogy beírtad. De örülök nektek, srácok, tényleg. 10 perc és jövök, rendben. Addig extrán figyelek. Úgyhogy üdvözlök minden régi nézőt is, meg újat is.
gyertek velünk edzeni, ha van kedvetek, nézzetek YouTube-on vissza live-okat, videókat akár. Itt tudtok nyomni egy szívlelés, rózsát, de futott már be Korgi is, ki mit gondol. Krisztina Szűcs, sziasztok, ez az új lovacska, bizony, mindjárt megmutatom verseny után, ott a szarva, meg van kis cuki szakálla. Szerintem tök aranyos. Legalábbis meglepő mód nekem a fekete jobban tetszett, de voltak, akik írták, hogy nem ezt vették meg, hanem a másikat. Úgyhogy szerintem jó. Meg a Szent János bogaras versenyek is tetszenek. Krisztina, köszönöm az ajándéktagságot! My Lovely Toka World kapta. Azt hiszem, hogy most már csak 13 vagy 14 tagunk lesz, és akkor új emót érkezik. Van amúgy fripes lovas emótunk. Hogyha azt beteszit, aki tag YouTube-on meg TikTokon is beteszitek a chatre, azt megköszönöm, az Pati készítette, tök cuki lett. Szakállas, én is ezen lepődtem meg, ilyen Jafar feelingje van hirtelen az Aladdinból, de szép amúgy. Bocsi Dév, de csak pár percre tudtam bejönni, ne viccelj, várlak máskor is, mindenkinek szól ez. Én mindig örülök, hogyha már figyelj, az napodból megtisztelsz egy perccel, beköszönsz, leírod, hogy vagy, az már kommunikációnak számít. Meg igyekszek pozitív lenni, meg ilyenek. Köszönöm szépen a TikTok jelet is, köszönöm. Rózsát dobjatok, az az élő cél. Már amúgy azért szoktam mondani, félreértés ne essék, hogyha kilövitek az élő célt, hamarabb kerülünk újra For You-ba. De azt meg mindig váltogatni szoktam, de csak pici ajándékokkal, mert a sok pici is sokra megy, én azt szoktam mondani. Aztán valaki meglep egy nagyjal, szóljon előtte, mert akkor nézem a képernyőt, itt beruhan egy korgi vagy egy... Hát addig az volt a legnagyobb gördülő gyümölcsök, talán egyszer volt. Annál nagyobbak, meg még ilyen álom kategória. Szia, Sketi! Nézlek kaja közben, YouTube-on nem tudok küldeni rózsát, ez mondjuk jogos. Ott csak más tudsz. Jó étvágyat amúgy, Sketi, Mizuan. Mi jót eszel? Azt még írd le. For You-ba vagyok, tök király. Nyomom a lájkot, amíg meg nem lesz a 10k. Szuper vagy, már 5000-nél vagyunk. Nagyon királyak vagytok. És Sketi, neked hogy tetszenek az unicorn és lovak, hogy mostanában inkább Genshi nem voltál? Nem nagyon voltál SS-on? Pizza Cola combo best ever. Jó pizza? Milyen pizza? Mondjuk én azon gondolkoztam, hogy nagyon régen egy jó lazanyét, azt régettem, azt úgy ennék, de ilyen házit, nem fagyasztottat, hanem házi jó lazanyét, azt úgy szeretem, lazanyét, ki hogy mondja. Sok sajtal. Meg mindig van az ehetetlen túró torta szeletem, ha valaki kéri. Nem, majd meg kell enni. Ne menjen tönkre. De olyat többet nem veszek, bűn rossz. Melyik szerveren vagy? Coconut Mountain, CM. Játszok aktívan ez a szón, gyűjtem a fényeket, ezerrel. Lilla rész már kész. Na! Akkor nagyon sok fényt összeszedték, gondolom, az igen. Mondtam, hogy arra kb. Egy külön live kellene, hogy összegyűjtögessük. Nem is tudom, mennyi kell most már, nagyon sok, mert most valamelyik küldihez megint azt hozták be. Valamiért nagyon erőltetik ezeket a bogárgyűjtős dolgokat. Köszönöm szépen a követést. Mindjárt olvasom, Krisztina, csak azt nem tudom fél szemmel olvasni. Én már tagságot ajándékozok, mert biztosan örülni fognak neki. Köszönöm szépen még egyszer a tagságai. Köszönöm mindenkinek a követés, srácok. Coconut Mountainon vagyunk. Igen, amúgy azért is szoktam én is örülni, hogyha valaki tagságot ajándékoz, mert aki kapja, az legalább örül, látja a live menetrendet, tud lenni hangba, meg ilyenek, úgyhogy tök jó dolog. Van egy jó fénybug, nem kívánok vele sokáig szórakozni. Á, értem, értem. Utolsó feladatnál 35 ár, az igen. Vikcsónak, Lilinek és a másik otok nevét nem tudom elolvasni. De köszönöm a követéseket. Elmegyünk a Báróné borászathoz, mint a izéhez, Báróné pályájához. Ha már az úgyis itt van nem messze.
Rúnás kész, az teljesen jó. Ahhoz is sok kellett, azt hiszem. Figyelj, írni tudni kell, olvasni is, tehát hogy én meg sokszor félre olvasom. Jó felé megyünk. Olyan fura, hogy már így felépítve van, még azt szoktam meg, mikor nem volt. Hello Evil Neko, Hali számomra elképesztő és jó értelemben fura, hogy egy srác játszik ezt a szóval. Ja, amúgy is szeretem a lovakat, úgyhogy simán. Metron vagy, az jó. Ezekkel a speckó lovakkal az a baj, rá van húzva egy skin, meg egy szarv, szakál és jöhet. Á, már minden majdnem annyiba kerülsz, hogy 950, tehát az új lovakat nem tud olcsón beszerezni, köszönöm a követést. Úgyhogy eléggé drága. Pont az elején beszéltem, hogy... Elején mondtam, hogy lehet, hogy nyáron olyan helyre tudunk majd elmenni nyaralni, ahol tudunk lovagolni is Janával, hogy lesz lovarda közelbe, és akkor már azt is kihasználjuk, 1000 éve nem ültünk lovon. Úgyhogy már várom a nyarat. De mondjuk először a tavasz, hogy ne legyen hideg. De pont mondtam, hogy nosztalgikus lesz, mert 1000 éve nem ültem lovon. Oké, semmi baj. Rendben van, Tifi, köszi szépen, hogy itt volt és jó boltozást addig. Hali bandit elsze szó. Jó, értelek, csak játékból lépsz ki. Meg hát voicebook. Értelek. Hello, na Nacuki is átjött YouTube-ra. Köszönöm szépen, hogy feliratkoztatok YouTube-on is. Mindjárt 10k Lili, annyira perfekt, hogy ő nagyon tolja a lájkokat. Köszönöm. Így van, köszönöm szépen Krisztina a segítséged. Igen, YouTube-on is nyomjatok egy feliratkozást, srácok, az ingyen van. Ha pedig szeretnétek jönni beszélgetni, mert éppen fenn vagytok a játékban, ezt mindig ahhoz kötöm, hogy fenn kell legyél játszani, akkor pedig 199 forintos tagsággal már tudtok is jönni, és látjátok a live menetrendet. Jövő hét az live-ok tekintetében chillesebb lesz, szerintem egy Stumble Guys be fog csúszni, mert kijött az új update. Illetve az biztos, hogy Maria Knight-nak a játék, amit tőle kaptam karácsonyra, az a gyáras, az folytatódni fog, mert azt megígértem, hogy együtt fogunk csinálni egy új világot, megnézzük még. Ezt a kettőt tudom előre. Az, hogy Forti, ez a szó hogy lesz, azt még nem tudom, mert ugye jövő héten Valentin nap is, a csodálatos kis feleségemnek lesz születésnapja is, ott amiatt nyilván nem leszek live-ba, mert vele szeretném tölteni azt a 3 napot, a hétvégét, úgyhogy meg kirándulni szeretnénk egyet, úgyhogy azért mondom, hogy a jövő hét az lájtos lesz live-okba, de videó az várható mindenképpen. Én is CMM vagyok, bro. Na, gyere akkor, Billy Wife, gyere. Nyugodtan. Kokonaton vagyunk, igen. Már egy pár edzést megcsináltunk, de még egy darabig vagyok. Ha már megvettük ezt az új lovat, mindjárt meg lesz a 7-es, azt hiszem, és akkor lesz az egyedi jármód. Nincs semmi, amit megennék szendvicstől meghányok. Hát az nem jó. Én nem tudom, én valami nagyon sósat és paradicsomosat kívánok, vagy sajtos valamit. Nem tudom, mondjuk biztos, hogy nincs az itthon. Mert nincs paradicsom szószunk van, de sajtunk az pölön nincs. 10k. Már megvan a 10k, de gyorsak vagytok, köszönöm. És köszönöm a megosztásokat is mindenkinek, srácok. Meg a követést is Sági Barbara 11-nek, köszi. Pörgünk, mint a búgó csiga. Na és akkor itt van még egy verseny. Lola meg már ott unatkozik, mert én lassú vagyok. Na jó, azért csak nem. Úgyhogy megyünk tovább. Itt hányan vagytok olyan játékosok, srácok, akinek itt még nem volt bárónő versenypályája? Így van, lehet nyomkodni közben addig a kijelzőt 20-ig is. Laggol a telom, de kiírom, hogy Dave, túléltem a központit. És hogy sikerült, bandita?
Örülök, hogy túlélted. Én viszont megyek, vigyázzatok magatokra, jó játékot, később lehet jövök. Jó, rendben, meg várlak máskor is, Lili. Köszönöm szépen még egyszer a sok lájkot, meg hogy itt voltál, további szép délután. Na, Krisztinának helyes. Azért van, szerintem többen vagyunk még, de most sok új játékos van amúgy, köszönöm a követést. Tehát azért is kérdeztem, hogy ki volt az, akinek még itt nem volt pálya. Mert hogy gyakorlatilag most sok új játékos van, főleg TikTokról. TikTokon, úgyhogy az az új generációnak bemutatkozok, Hello Dave vagyok. Na, Sámsonaiknak se volt Szabina. Nem tudom, hogy hívjálak, Bella Szabina, vagy melyik lesz a neved. Írjátok, hogy mi legyen a kövi. Hova menjünk, akik fenn vannak. Most Lola. Hova? Kövi. Döntsél, Lola. Most Lola dönt, mert ő itt van velem. Neked se volt még Evil Neko helyes. Ezt mindjárt ír a Dino. Holó? Ok. Akkor Holóba megyünk. Sőt, nekem még anno Dandelt sem volt, Vörösfenyő meg Üstökfalu. Hát igen. Azok meg most már vannak. Végre hétvége, vagyis nekem péntek már hétvégének számít. Én ezt így nem tudom élvezni, mert a Véldélfalutól van ugye az közel, vagy nem? Nem azt mondtátok? Mert én holnap dolgozok sajnos szombaton 24 órában, de vasárnap jövök. Vasárnap délelőtt pedig Among Us-ozni fogunk. Hétvége, valakinek van ilyen, és igen, András, nagy köszönöm a követést. Szerintem nekem legalábbis kis... Követlek, nyugodtan indulj meg, Lola, és megyek utánad, hogy kicsit tudjak olvasni. Hello, Kira, de rég láttalak, mizu van? Szerintem nekem legalábbis a kis karakteren nincs meg, azért van kis karakter, mert sokat kell várni a nagy főtöltetlen, és jó nosztalgiázni. Meg már nem is ugyanolyan a sorrend, mint nekünk volt. Köszönöm szépen, Animesedic, neked is a követést. 25-en követtetek be, srácok. Menjetek át YouTube-ra is, és ott is nyomjatok egy feliratkozást. Köszönöm szépen. Ráért, csak a mai nap ne felejtsétek el. Megkérdezhetem, hogy mit dolgozom 24 órában? Recepciós vagyok. Ott ülök, várom a vendégeket, meg a lakókat, meg a csomagokat, és kulcsokat adok ki, borítékokat, csomagokat, meg ilyesmi. Meg hogyha mondjuk valamelyik irodához jönnek, akkor fel, megmondom, hogy hanyadik emelet, meg ilyenek. De amúgy nyugis. Tehát a szombat, vasárnap az kb. Abból áll, hogy ülök, sorozatokat nézek, vagy TikTok live-ot, és fizetnek. De hétköznap azért sok dolog van, a hétköznap azért azt mondom, hogy most már bő 8-9 óra aktív munka. Meg a péntek a kritikus, mert péntek éjszaka mennek bulizni, jönnek szombaton reggel, és akkor nyilván, ha annyira részek szegény, segíteni kell neki ajtót nyitni, meg hogy hanyadikon lakik, meg ilyenek, de ilyen ritkán van. A péntek az húzós, a szombat az lájtos. Szombat, vasárnap az chilles. A hétfő az ilyen elmegy, de azt mondom, hogy a kedszerd, a csütörtök a legaktívabb, olyankor rengeteg meló van, akkor folyamatosan jönnek, mennek, költözések vannak, nyilván figyelni kell, fel kell írni, ha valami meghibásodik, meg kell nézni különböző gépeket, és akkor jelezni kell a gondnoknak, vagy a karbantartónak, nem nekem kell megcsinálni, csak nekem kell észrevenni, hogyha valami hibás. És akkor fel kell írni, vagy írni nekik telefonon, hogy akkor ez fontos, most meg kéne csinálni. Eléggé összetett amúgy, nem rossz, de majd szeretnék idén váltani már tényleg, mert fontosabb lenne, hogy többet keressek. Jelenleg sok munka van, ami kevesebbet keres, és sok, ami többet. Én most a kettő közt vagyok. Ez pont arra elég, srácok. Köszönöm Tifi a rózsát, ez pont arra elég, hogy minden számlát be tudok fizetni. Nem vagyunk mínuszba, van kajánk, teljesen meg vagyunk, de nem tudok eltenni belőle mondjuk lakásra meg ilyenek, azért kell majd egy másik munka. Köszönöm szépen a másik rózsát is, Tifi, és mindenkinek bocsi, a szíveket elfelejtettem ma. TikTokon is kövessétek a csatornát. Igen, 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 köszi, köszi. És emellett csinálom ugye, köszönöm Tifi a másik két rózsát, köszi. Na, beindult a Donate vonat egy, és abba valaki beszeretne szállni Tifihez rózsákkal, akkor nyugodtan. Nyomsz egy közös pillanatokat, zavar. A köszönöm, ezt mindig a Sára szokta nekem mondani, és én meg elfelejtem. Köszi a rózsát.
Úgyhogy lényegében, amit meg láttok itt, játékokat, minek mondják, az Battle Pass, sorsolás, minden, az pedig a ti támogatásotokat fordítom vissza gyakorlatilag. Most a webkamerát azt így közösen vettük a munkából, meg veletek. Tehát, hogy minden Superchat, Supermatica, tagságajándék, PayPal-on is tudtok támogatni, meg a YouTube-ból is már tudtam kivenni nem nagy összeget. Nem is tudom, mennyit vettem ki a TikTokból, 3 hónap alatt azt hiszem 26-ot, vagy 7-et, és most csücsül bent 2000 forintom, tehát hogy sok kicsi sokra megy alapon, azokat szoktam visszaforgatni nyereményjátékokra, fejlesztésekre, meg új játékokra alapvetően. Lomcsi, köszönöm a követést. Miért Evilnek volt, te hány órában dolgozol, és mit, ha nem titok? A titok ne írd meg, csak érdekel tényleg, hogy aki felnőttök, mik dolgoznak. Igen, de nem föltörténetesek, ugyanazok maradtak, kivéve ugyanaz a helyszínt update-elték. Minden oké, lassan megyünk barátokkal városba. Busójárás, annyira mindig el akarok menni egy busójárásra, Kira. Egyszer hívjatok meg. Mindig elfelejtem, Nike, nem tudom, mit írtál. Úgyhogy megvannak az előnyei a 24 órásnak is, de például hátrány, hogy hazajövök, akkor majdnem mindig kell, hogy aludjak. Kéne. Fáradt vagy, nem, most tudtam rövidíteni, hogy nem másfél óra a beérés, hanem 45 perc, lehet az oda-vissza plusz 2-45 perc, és akkor én mindig második napra teszek olyan live-ot, ami vagy fárasztóbb, vagy sokat tudok pofázni, mint most. Addigra feltöltődök, de az első nap olyan fél zombi állapotban vagyok néha. Ugyanezt dolgozom, csak Ausztriában, éjszakát imádom, mert csak filmet nézek. Pacsi András, igen, az éjjel az nálam is, végignéztem a Witcher 3. évadát a múltkori műszakomba, konkrétan. Menjünk el Dinóba, bocsi, hogy most így annyira rohangáztam. Úgyhogy igen, meg hát ott szoktam megírni a live menetrendeket, átszervezni, cikkeket olvasni, mi jelenik meg játék, mi az, ami mégis előrébb kell kerüljön, olyankor ugye mindig beleírom a live menetrend, vagy a módosítás esélyét, vagy hogy szoktam fogalmazni? Lehet, hogy jobban tudjátok, mint én. Változás jogát fenntartom pont ilyen esetekre, akkor ott szoktam podcastet visszahallgatni, hogy kicsit képbe legyek az ilyen dolgokkal, meg ilyesmi. Tehát arra jó, meg ott szoktam angolozni, meg verseket írni újra, de meg olvasni, de hogy gyakorlatilag ezt még idén én látom magamat ebbe, de ősztől szerintem megpróbálok valami másfajta munkát, hogy kicsit motiváltabb is legyek abba, hogy ne legyen olyan monoton, meg ilyenek, meg tényleg, hogyha már egy 50-essel többet keresnék, már jó lenne kint, nyilván jobb. Bármint, hogy meg megszáfolja egy ismerősöm, hogy németben van, és lehet, hogy többet keres, mint én, de több a kiadása is, úgyhogy ez ilyen lutri. Mentálisan és fizikál, mindjárt olvasom. Én csak 8 órában benzinkúton eladóként nagyon kikészítő tud lenni mentálisan emberek miatt. Emberekkel nem nagyon mernék újra foglalkozni, tehát hogyha mondjuk váltok is, akkor szerintem ilyen raktár vagy ilyesmit tudok elképzelni. Én voltam aluljárós pékségbe több mint egy évet, teszkoztam több évet, és bőven lefáradtam már akkor az emberektől, és akkor még nem volt ez a nagy písziség, hogy ne szóljak be, hogyha valami nem tetszik, meg minden, úgyhogy én azt nem bírnám az emberekkel való közeli kontaktot. Mondjuk én nem 24 órában, az hogy bírod, én csak 8 órában, 9. Nehezen, most már nehezebben bírom. Volt, amikor jól ment, de majdnem kicsi kihagyásokkal 7 vagy 8 éve vagyok a cégnél, csak közben elmentem egyszer megpróbálni egy gyári munkát, ami ilyen robotoknak hiszik az embert, és nem viccelek, 10 perc ebédszünettel kellett volna kimenni, átöltözni, megkajálni, visszamenni, és ott pánikrohamaim is voltak, de az a munka miatt meg minden, azt nem részletezném, és emiatt kellett ezt abba hagyjam, és visszajöttem ehhez a céghez, ahol már 3-szor felmondtam. De amúgy mindig örömmel visszafogadnak, mert tényleg én lelkiismeretesen csinálom, kicsit néha túl is teljesítem, a lakók nagyon szeretnek engem, én is őket amúgy, csak hát inkább másfajta dolgok kell majd. Most azért is akarok kicsit megerősödni, azért is súlyzózunk, meg edzünk Janával, hogy jobb fizikumban legyek, és akkor jobb fizikumú munkákat is el tudok vállalni, mert ez fizikai erőlét kell, mert jelenleg nem biztos, hogy 8 órát végig tudnék állni, és ehhez vissza úgy gondolom, hogy
Köszönöm a követést. Úgy gondolom, hogy ha ezt én normálisan megtartom, meg többet mozgok tavasztól, meg nyáron, meg minden, akkor ősztől már el tudom képzelni magam, hogy erősebb fizikumú állapotban leszek. De amíg most feljövök a harmadik emeletre, és kiköpöm a tüdőmet, mert kövér vagyok, és nem vagyok jó állapotban, az kegyetlen szar. Úgyhogy az egészségi dolgok miatt is akarok váltani majd. Meg hogy hullafáradtan, ugye, így is volt, aki lecseszete egyszer indokoltan, hogy hazajövök munkából, akkor ne tartsak egyből live-ot, mert akkor így megkaptok, mint zombi mód, és hamar agresszív leszek, meg dühös, meg köcsög, és azt nem akarom, hogy ti így álltok meg a levét annak, ha mondjuk valami szar. Én mindig is önmagamat adtam nektek, ebből voltak konfliktusok is, nem konfliktusok is, én mindig túl őszinte vagyok, túl sokat pofázok, néha túl sokat lelkizek, de ez vagyok én. Attól független, hogy amikor kipihent vagyok, akkor jobban jönnek a poénok, hamarabb pattan az agyam a hülyeségekre, ami amúgy előny nálam, de ahhoz teljes kipihentség kell, és az néha nem volt meg. És olyankor nagyon szar is volt a live, én elismerem, hogy voltak szar live-jaim, nem úgy viselkedtem a közösséggel, nem is esett jól utána abba hagyni, és úgy mondtam magamnak, hogy de kár volt, mert többet ártottam, mint használtam, de jó az, ha az embernek van önkritikája. Ja. Én műsorgyártó cégnél dolgozok, mint vezető felvételszervező. Hallod? Juttassál már be valahova, Krisz. Erről is mindjárt beszélek egyébként. Én drámapedagógiát tanultam, meg színészkedtem is egy kisebb társulatba. Szia, Anna, köszönöm a követést. Csak legtöbb helyre én őszintén elmondom nektek, és őszinte leszek veletek, hogy legtöbb helyre azért nem vettek fel, meg nem kaptam szerepeket, mert kancsal vagyok, és az nem szép. És én ezért is volt, hogy nagyon sokáig utáltam a szemem, meg magamat, ahogy kinézek. Mert tényleg nekem a szem a gyenge pontom, hogy nem tartom magam emiatt szépnek. Nem azért mondom, hogy sajnáljatok, nem szeretném, véldéltó, de hogy nem egy olyan hely volt, ahol megmondták, elmentem meghallgatásra, legyen ez színház vagy tévé, és akkor mondták, hogy hát mellékszereplőként mondjuk az Éjjel-nappal Budapestbe vagy Amoda okés, de hogy főbb szerepekre sajnos nem, mert a kamera nem szereti, ha valaki nem pacek szép, nem hibátlanok a fogsora, nem szépek a szemei, meg hasonlók, és emiatt hiába tanultam drámapedagógiát, hiába játszottam nagyon sokszor főszerepet, még turnéztunk Erdélybe is, meg felléptünk műfházakba. Sajnos a TV az megmondta, hogy nekik az kell, aki majdnem ilyen hibátlan és jól néz ki, és sajnos az nem én vagyok. Aztán utána egyszer a Dombóvári Istvánnal beszélgettünk még annó Covid előtt, hogy mi lenne a stand-uppal, és ott pedig megijedtem, és nem mentem el meghallgatásra, pedig a Dombi egyszer engem már javasolta, hogy menjek el egy stand-upos meghallgatásra, csináljak egy mini műsort, ami amúgy menne is, de annyira féltem tőle, hogy nem mentem el, mert nem a Dombitól féltem, hanem a meghallgatástól. Meg olyankor mindig előjön bennem azt, tehát itt néha azt látjátok amúgy, szia John, hogy nagyon sok önbizalmam van, meg minden, de én nagyon sokszor utálom magam, és nem szeretem magam, és csalódok önmagamban, és nem bízok magamban, és ezen én is küzdök a mai napig, hogy nektek is azt mutatom, hogy ne ilyenek legyetek, csak sok minden így elúszottam úgy. Úgyhogy félig meddig viccelvel mondtam, Krisztina, de hogy én a műsorvezetéstől kezdve amúgy minden nagyon szívesen kipróbálnék. Én rádióban is voltam, mert mint ilyen online rádió műsorvezető, még a live-ok előtt nagyon szerettem csinálni, csak beszélni kellett egyfolytában, az meg ugye megy. Híreket olvastam fel, zenéket raktunk be, meg hasonlók. Csak mindig a félelmem a váltástól, meg az, hogy nem vagyok megfelelő, ez a kis hang ezt magyarázza nekem, holott amúgy a legtöbb készségem meg lenne a legtöbb dologhoz, csak beskatuláztam magam, hogy ennyit érek, mondjuk 100-ból 20-at, és ez szar. Mindig átmegyünk lelkizősbe, de bocsi srácok, ez most így kitört, mert mondom, az elmúlt 2-3 hétben én nagyon depisztem ezt a live-okba, ti nem nagyon vettétek le, remélem. Igyekeztem kívül hagyni, de nagyon szar volt a januárom lelkileg. Köszi, hogy meghallgattatok. Így is tök jól esett, voltak jó pillanatok, például most a Pácz Vikinek voltam a stand-upján meghívott vendégként, és tök jól esett, utána még beszélgettünk is, meg mindig örül nekem, meg minden.
ő annól való világos volt, de ő most került be a stand-upba, és amúgy nagyon ügyes, én nagyon jókat röhögtem rajta. Az például nagyon jól esett, de nem azt mondom, hogy ilyen közösséghez akarok csak tartozni, hogy David csak ezért celebekkel lássák, meg minden. Csak, hát Jana is sokszor hangoztatja, hogy több van bennem, mint hogy üljek egy recepción, és az a baj, hogy igaza van. Csak nincsen meg a saját önbizalmam magam felé. Azért kezdtem el YouTube-ozni egyébként, úgy voltam vele, hogy a tévé nem fogadja el, hogy nem ilyen szépek a szemeim, meg minden, akkor a YouTube talán, és én így ültem le YouTube-ozni, hogy ha nem lehet ott műsorom, akkor jövök ide műsorozni, értsétek jól. És akkor így maradtam itt igazából, meg előtte én egy külföldi cégnek streameltem Pokémon meg Naruto-t, több mint fél éven keresztül holland, vagy nem tudom milyen cégnek, magyarul, voltak magyar nézők, akik donételtek. Ott az volt a lényeg, hogy donételjenek, meg nézzék a live-ot, és amúgy tökre szerettem, csak a cég utána megváltozott, és kirúgták az összes fiút. És utána jött a YouTube, aki esetleg ezeket a dolgokat nem tudta, most egy kicsit többet tudott meg a múltamból. Úgyhogy, ja, ez az én rövid történetem. Szia, Emma! És akkor egy héten hány napot dolgozol? Hát, hogyha kell helyettesítés, akkor lehet 4 is, de az kegyetlen fárasztó. Amúgy meg 2 vagy 3, mert ugye úgy van, hogy 24 órát dolgozol, hát hazajössz másnap, te elmegy a fél nap, alszol, és másnap még itthon vagy, és utána mész hát 24-48-ba, de ez hosszú távon nagyon fárasztó, és én tavaly nyáron kezdtem újra, nyár elején. Nem, tavaly előtt, mert most nyáron volt 1 éve, akkor most lesz 2 éve, hogy aktívan 24 ezek megint, de érzem, hogy ez már tényleg nagyon sok, és nem én vagyok. Köszönöm szépen a 24 hónapot, John. Az 2 év, köszönöm a 2 éves támogatásod. Fúj a szél? Nem. Na, majd közben végigpofáztam mindent, most lehet reflektálni. Feszült ember... Mikor fáradt meg éhes, akkor nagyon. Köszönöm szépen, aki közben elköszönt, és hogy itt volt. A benzinkútra visszatérve, az is nagyon kemény amúgy, gyerekek. Menjünk fel itt a versenyt megcsinálni, gyertek utána. A benzinkutas élet se egyszerű, azért ott is sok hülye ember is megfordul, meg hát mindenhol. Na, úgyhogy most kicsit befogom, hogy... Majd olvasok. De hogy röviden amúgy ez... Csak én ezeket nem szeretem behozni live-ba. Inkább megtartom magamnak, vagy az egy-két közeli barátommal megbeszélem, de őket se szeretem terhelni ilyenekkel. Az a baj, hogy sok olyan ember, aki azt hiszi, jobban tud mindent. Hát azt elhiszem. Elhiszem. Az mindenhol van. Na! Hú, azt hittem nem fog átugrani. Annyira későn ugrott. Meglett a 7-es szint a lónak. Akkor ez elvileg működik utána a space. Úgyhogy amúgy még annyi, hogy most kezdtem el egy kicsit újra több önbizalmat magam felé táplálni, aztán remélem ez nem múlik el gyorsan. Próbálok fejlődni lelkileg. Megtanultam lelki gondozást, pszichológiát, személyiség lélektant, lélektanfejlődést. Csak könnyű mást analizálni, vagy máson segíteni, hogyha magamon meg nem annyira megy. De legalább hasznos volt. Na, megvagyunk, és akkor Lola, mehetünk tovább fölfelé. Gyere, sírj a vállamon, megvolt. De most az jó dal. Hú, pont tegnap mondtuk valamikor, hogy ja igen, hogy akinek be van gyulladva, a kötőhártya gyulladás van a szemén, az ne sírjon más vállán, mert elkapja. Szia, Krisz. YouTube-on vissza tudod nézni, hogy miről volt szó az egész témakört, hogy érts. Mizu amúgy, hogy vagy? Tényleg tegnap volt. Oké, Tifi. Voltál már azóta boltba? Jaj.
Hallod, jó hülye helyen jövök, de engedjük el. Nem viccelődök a gyulladásoddal, azzal viccelődünk, ha sírunk vele. Szia, Réka! Jaj, meg nem indultál el. Értem. De látjátok, srácok, elkezdek komoly témáról beszélgetni, egyből elment mindenki. Hát ez van. Nem, hát nyilván most valami volt. Meg láttam, hogy közben négyen elköszöntek, csak nem volt időm megállni a pofázásba. Ah, mi a fő groovy versenyekhez jöttem, mikor nem is szeretem. Réka, van kedved kicsit feljönni, vagy csak benéztél? Milyen napod volt? Amúgy visszatérve, onnan indult ki az egész lelkizős dolog, hogy Krisztina írta, hogy hol dolgozik. Amúgy az nagyon jó munka, tényleg tök jó lehet, meg mindig új dolog történik benne. Teljesen jó, hogy két helyen írsz. Jó napom volt, köszi, körmet csináltam uncsimnak, most meg benéztem, jól tetted. Megnézzük ezeket az új lovakat. Amúgy nem rossz, de... Nem annyira kiemelkedő, szép, de csak ló. Tudod. Bam. Arany. Ennyi. Easy. Na várjál. Oda nézzél, hogy topog. Így topogunk. Nagyon jó. De szerinted mostanában mi a legjobb munka, ami jól keres? Szerintem, amiből most sok lehet, az, hogyha valaki... hát ez nehéz. Hogyha valaki jó szakember, legyen az egy villanyszerelő, vízgázfűtésszerelő, nyilván az informatika még mindig, a játékfejlesztés, programfejlesztést ugyanúgy oda sorolom, nem azért, mert Nike kérdezte, hanem szerintem ugyanúgy. Ezek, meg amiből kevés ember van. Ami ilyen tömegszakma lett, az nem. Vagyis hát szerintem nem. Imádom, mi gyártjuk a TV2-nek sorozatokat, például Starban Star, The Farm, Zsákban Macska, Séfek, Séfje, Szerencse, Kerék, Nagy Ő, stb. Krisztina, nem vicceltem. Ha lesz bármi, látsz bennem bármi lehetőséget, akkor én bármire vevő vagyok. Amúgy nagyon sokszor voltam a TV2-nél. Bizonyos háttérmunkálatokban is, amit nem mondhatok live-ba. Amit tudhatnak, fénydublőrként is voltam ott többször. Amit nem mondhatok, azt nyilván nem mondom. Illetve Starban sok ismerősöm volt, a Gábor Márkó, a Vence Lizora, olyankor ott voltunk meghívott vendégként, tökre élveztem is, úgyhogy meg statisztálkodtunk is előtte, nyilván mikor Jana is énekelt, meg ilyenek, úgyhogy sokat voltam ott, és egyáltalán amúgy nem állt távol, de mondom, ne azt érezd, hogy Dave most be akarja nyalizni magát, egyrészt, hogyha nincsen hozzá papírom, majdnem, hogy esélytelen, bár kapcsolatok és lehetőségekkel szerintem többre megy az ember, úgyhogy azért bepróbálkoztam, Krisztina, ha bármi van, gondolj rám is, köszönöm. Addig pedig itt szórakoztatlak téged, én örülök, hogy itt vagy. Meg hogy kikapcsol munka után, mert amúgy engem mindig az érdekelt, hogy mondjuk egy nehéz munka után tényleg a live-ok és a videók azok jó levezetőek aznapra. Legalábbis, hogyha szórakoztató, vagy hogyha ez kikapcsol téged. Magamból kiindulva, én például azzal szoktam kezdeni, hogy a VR podcastet meghallgatom, vagy Nessai React-et miközben reggelizek. Köszönöm a követést, Giftels Fortnite-ban? Nem. Filmesipart nem igazán ajánlom. Én szeretni, tehát tudom, hogy nehéz, de magát a dolgokat, de inkább szerepelni szeretek, meg
beszélni. Tehát az a másik kategória. Sajnos ők csak a TV2-vel van egy szerződésben, így mi csak háttérmunkát, a szereplőket így mi nem ismerjük. Oh, sad. Akkor is tök jó melód van, tök király. Persze, hogyha szereted, amit csinálsz, ez minden munkánál fontos, hogy szeressétek, amit csináltok. Már nincs annál rosszabb, hogyha még bemész dolgozni, és nem is szereted, amit csinálni kell. Az a legrosszabb kombó. Mi Connie-val ezt a live-ot végig röhögtünk. Mert valami nem jó, Pati, vagy miért? Majd megírod, hogy miért? Remélem, mindjárt nézem John, csak nem bírom megcsinálni a versenyt. Mindjárt olvasom a hosszú kommenteket, egy fél percet kérek. Ja, igen, az a része, hogy hol nincs, hol van, igen, ezt átérzem. Na, itt kérdezem, ismered a Belsótóvágyémet? Nem ismerem, de hallottam már róla. Viszont én most megyek, mert beteg vagyok, és elkezdett fájni a fejem, rendben van, jobbulás, köszönöm, hogy jöttél játszani, Lola. További szép napot, és gyógyuljál, jó pihenést. Na, jött Kata is. Na. Várlak máskor is, ha úgy van. Hova menjünk, Kata? Addig kis pillanatot kérek. Fél percre megállok, mindjárt folytatjuk. Ahova akarsz, jó. Akkor felmegyünk, és mindjárt mondom, hogy hova tovább. Rendben, gyere. Hogyha megvan neked, Krisztina, a Discordunkba beállítottad a YouTube tagságot, és jössz játszani, akkor tudunk beszélgetni ugyanígy akár, mint Tifivel. Csak tudod, új Discordunk van. Meg, hogy van-e kedved, nyilván az is fontos. Steve-et javasolják, legyen a Steve, aha. Steve Farm, az oké, és teljesen jó. Állíts el rajta, John. Homályos a kamera. Mely? Várjál. Na! Megjavítottuk. Most jó? Jó. Reméljük, hogy jó lett. Várjál.
Nincs most letöltve a DC, újra raktam a gépet. Á, semmi baj. Úgyhogy akkor Steve-vel kezdjük. De köszi, hogy jeleztétek. Hogy elcsendesedtünk, hallod? Karácsonykor nem csendesedünk el ennyire. Nem baj. Legalább én is kicsit pihentetem a pofám. Aki még nem tette, fejelje meg a lájkot YouTube-on, köszi. Hallod? Mi van veled, te ló? Na azért. Szia csengettyű! Tényleg 1000 éve, mi zuhan veled? Na mesélj! Nem is tudom, mikor voltál tavaly. Tavaly biztos voltál. Ősszel. Rendben van. Majd beveszlek a csoportba. Nora Cherry Brook. Emlékszek rá, csengettyű? Hát hogy a viharban-e? Sok mindent elfelejtek, de sok minden nem. Bölcseletek tőlem. Akkor ide gyertek, és akkor innen majd átmegyünk a szélmalomhoz, meg ilyesmi. Itt várok egy picit. Azt írtad, mi történt? Ó, és nem tudsz jönni? Vagy átváltani? Mondjuk az a baj, nem tudom, hogy mikor zárják le, tehát hogy... Erre nem tudok garanciát vállalni, hogy nem zárják el. Végülis addig úgy tudsz jönni, hogy minthogyha ott lenné. Váltasz, gyere! Úgyis lesz még sok... live. Neked sok achievement megvan? Nem hiszem. Ha ezek azok... Itt látod, 4 csillag... Ezek a csillagok, várjál, achievement? Nem. Ja, bezavarjál, csapatos fül, várjál. Ha ennyire sok se. Itt van meg egy oldal, itt ilyen félig meddig készülőbe, ott egy darab, itt így állunk. Hát még van mi. Mondjuk úgy, hogy akad achievement. Minden megvan, az igen. Sok minden megint kiköltöztem Németbe. Fegyvergyártó helyett már lovásznak tanulok. Azt a mindenit, tök jól megy minden. Veled, DV, jól vagyok, pont, majd nézd vissza kérlek YouTube-on a live-nak a felét. Pont panaszoltam, hogy mi újság van, meg ilyenek, meg kicsit lelkileg megtörve voltam, de hogy sok minden javul, meg ilyenek. Úgyhogy tényleg nem akarom megismételni magam, majd nézd vissza. Amúgy azt leszámítva minden fasza. Minden jó, most már TikTokon is toljuk, fenn vagyunk. Jelenleg még 11 rózsa várakozik, hogy megérkezzen. TikTokon is vagyunk, ott lehet ugye így folyton lájkolni, meg ilyenek. Úgyhogy ide is gyere, oda is gyere. Röviden. Oké. Meg is jöttünk. Igen, TikTokon dobott fel szembe, de király. Én itt vagyok még, csak közben Roblox-ba csináltam karaktert. Catlock Word-be, meg nagy tervén vannak Word Creator-ként, csak lehet nagy fába vágom a fejszén. Figyelj, próbáld meg, én nekem egyelőre bőven elég a Fortis Support a Creator-kor, így is köszi, aki tegnap használta, mert használta valaki. Menjünk akkor a... Hordó verseny, meg ilyenek, induljatok meg, és megyek utánatok. Úgyni.
Hát ehelyett amúgy a malom lett, de mindegy, akkor malom. Hordót majd később. Malom. Elindultam a Kriszti után, és kiderült, hogy nem odajött, ahova mondtam. Mondjuk először malmot mondtam, az tény. Úgyhogy malom. Megvárjuk, hogy a többiek is felérjenek majd a malomhoz. De valamikor amúgy az achievementeket is nézhetjük, nem tudom mire vannak. De amúgy csengetyűet én nagyon örülök neked, és sok sikert kívánok tényleg. És örülök, hogyha minden jól megy. Tudod, és akkor hülye kérdés, a lovaknak ott németül mondod a parancsszavakat, vagy amiket értenek? Hát gondolom. Ők német lovak. Schnell, schnell. Amúgy király lehet. Én adom. Nemrég ünnepeltük a 7000-et YouTube-on, TikTokon pedig majd most a 12000 azt hiszem a cél, vagy 11-12 valahogy úgy, ott meg lehet a 10k. Pörgünk, mint a búgócsiga. Nice. És akkor innen a nyusishoz szoktunk menni, azt hiszem. És végülis utána is lehet a hordós. Az úgy jónak hangzik. Igen, németül, bár még tanulom a szavakat nagyon, külön magyar-német tanárom a hozzá, jövő évtől már csak németül. Az igen. Le a kalappal. Nem könnyű a nyelvtanulás, meg alapból a német nyelv se könnyű. A nyuszisnál nincsen hang. Azt az egy nyulat elkapjuk. Fogd meg, csibész. Hallod, az hova kószál már? 5? Itt nagyon szana szétmentek a nyulak. Jó, meg vagyunk. Ja, nem 10 kell? Akkor dehogy vagyunk. Most vagyunk meg. Olyan rég csináltam, hogy nem emlékeztem a 12-re. Na. Jöhet a hordós. Mondjuk igen, így logikusabb volt a haladás szempontjából. Ezt adom. Tele van a barátlistám. Nézzek olyat, hogy van-e olyan, akit sose láttam fönt. Ha biztos van amúgy. Ő nem tudom ki. Random egyet kitöröltem. Ha majd visszanézi, akkor bocsánat, majd újra jelölöm, ha aktívan fenn lesz live-ba. Most már be tudsz majd jelölni.
Csak valószínű már versenyben voltál. Azt írod, offline vagyok, hát ez hülye. Mindjárt akkor bejelölni. Aztán megőrült a játék, meg. Nem picit. Hát elősegítem, hogy nem vagyok offline. Én úgy látom, hogy nem vagyok offline. De csak úgy egy tipp, gyenge tipp. Jó, jöhet a hordós. Túl nagy ívbe vettem a kanyart. Offline SSO-z volt titokba, lebuktam. Ja, itt már van a krumplis is. Ezt ezer éve nem csináltam meg. Aki még nem tette, YouTube-on nyomja meg a lájkot, köszi. Illetve ha még nem iratkoztatok fel, Mongufta Family beírjátok YouTube-ra, és köszönöm, hogyha feliratkoztok. Na, ez is megvan. Ja, minek szálltam le. Szia Doris, de rég láttalak téged is, feljössz kicsit játszani, Mizu? Mármint, hogyha van lehetőséget feljönni. Azt írtam el, barátom vagy. Vagy a Brille vagy te, Kriszti? Akkor picit bugos, de csak egy picit. Egy kicsikét. Gyertek fel ide a bárónő felé, és megcsináljuk itt a kinti részeket. Már bárónő is már megvan. Ja, te vagy a Brille. Ó, akkor gyere nyugodtan csapatba. Mármint, hogy itt fent, ami van. Megvagy, az a lényeg. Tényleg nektek amúgy hogy tetszenek ezek az unikornis lovak? Ilyen 10 per mennyi? Várjál, full hülyém jövök amúgy. De igen, itt kell jönni. Már borászatot már megcsináltuk, itt megvárlak titeket. Itt akár lőhetünk egy közös képet is, ha jöttök 10 per 6, nekem ilyen 8, de csak messzép. Ó, azt, hogy befékeztem. Hali, Huna Channel, csak beköszönni jöttem, mert lassan indulok buszhoz, megpróbálok visszajönni, rendben. Huna Channelnek ma van, srácok, a születésnapja, úgyhogy mindkét cseten, TikTokon és YouTube-on is boldog születésnapot kívánunk, szóljon a szívecske Huna Channelnek, boldog születésnapot. Isten éltessen még, vagy 8 szó ennyit.
Nekem is tetszettek, de még ezt a pacit nem maxolom ki, nem veszem meg, értelek. 10 per 7 Nacukinak, úgyhogy nagyon sok boldog születésnapot. Hát itt nem látszódunk mind, úgyhogy majd akkor lent a lovagló aréna előtt csinálunk egy közös képet, hogy legyen. Csináljuk a veriket. Nem felejtettem el. Segített a Facebook, azt tudtam, hogy a héten van, csak nem tudtam melyik napon. Hát egyik legrégebbi ősmongufta vagy, ne viccelj. Ma ősmongufta áradat volt amúgy, vagy 10-15-en visszataláltak ránk a TikTok for you-inak köszönhetően, úgyhogy én nagyon örülök neki. Aztán, hogyha van, aki aktívan visszatér egy-egy live-ba is, akkor azt meg még jobban örülök neki. Még jobban köszönöm. Ez az altatózenés verseny. De ha majd visszanézett Huna Channel, az elején mondtam, hogy majd köszöntsünk fel. Készültem, látod? Jó, és még egy verseny van nála. Ilyen kerülgetősös. Majdnem rosszul mentem be. De pont nem. Vagy emlékszem, hogy régen, mondjuk egy 3-4 éve mit meg nem adtunk volna, hogyha unicorn is hoztak volna be, emlékeztek még arra? Mindenki írta, hogy mire vágyik, unicorn is, meg Pegasus. Ez a kettő volt, amit folyton írtunk. Ilyenfajta zenék török sorozatokban szoktak szólni. Hú, hogyha egy évvel ezelőtti SSO-t visszanézel, vagy valami, Kriszti, van is olyan, ahol én végigpofáztam, hogy De José Armando, miért hagytál el engem? Hát nem lehet, hát nem gondolsz a három gyerekünkre? Már 4. Meg mit tudom, én végig pofáztam viccesen, úgyhogy ez, erre nagyon sokszor adtam én is hangot, hogy ez olyan. Igen, meghívunk a csoportba, a lovagló aréna előtt álljunk meg majd négyen, mert négyen vagyunk. Pegasus az jó lenne, igen. Simán kivitelezhető lenne, úgy, mint az unicorn is. Szia, Ash! Milyen napod volt, hogy vagyunk? Itt megállunk. Gyertek ide egy... ide. Így. Csoportba. Megvárjuk Katát is. Na. Kata merre jár? Azt nem tudom. Csináljátok ti is nyugodtan képet. Legjobb outfitem, de egy képet megér. Nem a legjobb. Hát nekem se. Én most úgy nézek itt ki, mint egy hülye. Mármint, hogy úgy alapvetően majdnem mindig. Csináltatok képet, nyugodtan tegyétek fel majd a Discord képek részre. Follow. Follow. Igen. Megvártok, gyere, Nacuki, persze. Lehet, hogy a kövi indexképhez majd felhasználok ilyen képet, ki tudja. Lényegében átaludtam a napot, mivel kis és sokáig voltam fent, köhöm, igen, de felhúztam magam, majdnem 30-as szinte Fortin. Hallod, Ash, beindultál?
Az igen. Akkor toltad neki a fortit, de akkor sokszor fel is tudtál lépni ezek szerint. Ami tök király. Jó, én meg a live eleje óta meg se osztottam gyerekek, hogy megy a live-om, és úgy voltunk itt ennyien. Azért az mi király már. Most már így ilyenkor majdnem, hogy minek osztom kategória, de aki gondolja, az még oszta meg, még egy picit maradunk játszani. Úgyhogy... Vagy megosztottam az elején? Szerintem nem. Tökre elfelejtettem. De majd valahogy átszűröm, hogy kiket kövessek be, hogy akik tényleg jönnek is aktívan. A modis fiókomról értem. Na. Jókor jut eszembe nekem is, nem, hogy jelezzem a TikTokon, hogy megyünk. Így, tökéletes. Éjszakai képet is csinálunk. Ilyen árnyékos. Én aktív SSO játékos vagyok, de nem mindig látom, hogy játszol live-olsz. Hát pedig te még tag is vagy, Kriszti, és látnod kell, mint hogy a tagság fülnék, ki kéne jelezze a live menetrendet. Mondjuk most pont ki is írtam, hogy átcseréltük, ugye? Ez ilyen nyugis live. Végig pofáztam eddig amúgy, 100 évből magyarul. Tényleg mit kajáltál? Többször elindítottam, konkrétan egyből engedett fel. Az igen. Értesítőre sem mindig kapja. Na én nekem is van ugye több fiókom, és alig kapja meg a fele. Sajnos. Van, hogy a workshopos modis fiókomra nem kapok értesítőt. Az gyönyörű volt, ezt még egyszer. Úgyhogy az a baj, hiába állítjuk be, nem mindig mutatja. Fáziskéséssel is jó az. Itt is meg lesz a szintje. Ez az. Mert a level up. Bartender ezt és hallod el sokkal, de tényleg nem aludtál sokat. Vegyétek be a csapatba, várjál már is. Hívtalak. Na pörögjünk. Ez csodálatos volt. Szívesen. Hát olyan óráját értem magamhoz, szóval aludtam. Nem voltál ma suliba se? Az igen. Vagy neked most nincsenes? Vagy írtad, hogy most neked nincs, csak már elfelejtettem. Bármelyik megeshet. Ja, igen, tényleg. Azt hittem már meggyógyultál. Hát, de akkor meg érthető, hogy sokat alszol. Hát a legjobban a betegséget az gyógyítja, hogyha pihentek meg alszotok. Legalábbis szerintem. Hopp. Mehet a köli. 2 óra 13 perce megy a live. Az azt jelenti, hogy 3 óra van kilőni az élő célt. Hogyha szeretnétek, hogy meglegyen a rózsa élő cél, akkor még kb. 30 valamennyi percetek van segíteni ebben. Liza, köszönöm a megosztást.
Holnap ilyenkorra csak lefrissít, rég frissítetted? Köszönöm szépen a követést is. Fú, én múltkor játszottam be azt, mikor ugye még nem tértünk vissza aktívan SSO-zni, hogy vagy 5 vagy 6 frissítés volt, és vagy 2 órán át frissített. Szia Petra! Van kedved egy picit feljönni játszani? Mondjuk nem tudom meddig leszek, csak kérdezem. Mizu van, hogy tetszenek neked ezek az unikornisok? Na már 8-asok vagyunk. Köszönöm szépen Roblox Helps a követést. Nézd oda, nem tudok írni. Én se. Fú, XD! De el tudtam olvasni es. Megyünk az aranylevél felé. Aranyat a népnek. Mindenkinek aranyat. Most a bárónő bajnoksága az engem nem érdekel. Azt ma kihagyom. Köszönöm. Csókolom. Aki még nem tette, fejelje meg YouTube-on a lájkot, TikTokon pedig folyamatosan tudjátok nyomni a lájkokat. Köszönöm. Mostanában nem voltál fenn. Nekem is volt, hogy kimaradt fél év, úgyhogy megértem. De van, amikor szünet után meg jó egyszerre sokat játszani. Én legalábbis így vagyok vele, de hát kinek mi. Na, jasperezzünk. Csak beköszöntem, nem tudok felmenni, nagyon tetszenek, a zöldet vettem meg. Na, tök jó. Gondoltam, hogy tetszeni fognak. És köszi, hogy beköszöntél. Én nekem a zöld az olyan volt kicsit, mintha a mocsárit meg a fát, faluzitánt összegyúrtuk volna. Megvettem azt is nyilván, meg tetszik, de valahogy most ez a fekete jobban elnyerte a tetszésem, de hát kinek mi. Mindkettő tetszik amúgy. Aha. Jaj, a fák, útban vannak a fák, megtámadnak a fák, gyerekek. Nekem egyik még mindig a kosló, ugye a téli kosló, nem véletlen. Nekem megvan a sima fekete pazofinom, fekete is ugyancsak, van egy szarva. Igen, nekem nyilván olyanom nem volt, azért is tetszett jobban. De hát igen, itt az unikorn és meg a sima lovat konkrétan egy szarv és némi csillogás különbözteti meg. Jűűű, oké, meg vagyunk. Nagy fékezéssel. Én állatokat nem vettem, mert 3.50-et sokallom érte. Bár nyilván sokkal olcsóbb nem lesz. Nem tudom, mikor veszik ki, képzeld el, hogy nincsen feltüntetve a weblapon. A mamák kérdezték live-ba, és én se találtam. A Tyren az a sárkányos, Kriszti, vagy az melyik? Így most nem ugrik be. Köszönöm szépen az 5 rózsát. Köszönöm, Kriszti. Most verseny közben nem tudok szívet mutatni. Valahol fent van. Mi nem találtuk meg a weblapon. És meg is van az 50% élő cél. Köszi, köszi. Már általában kiszokták írni a weboldalra, de most nem volt. Nézd meg, elakad a tökökbe. Ne akadjunk meg ilyen kis apróságokon. Nagyon szép. Hoppá, láttam, hogy ott valaki szintelt. Pati! Hello! Ja, a csapat megtelt. Rip, szegény Patinak nem hagytunk helyet. De gyere edzeni velünk! 2 hétig lesz bent Gerinél, utána Véldélben lehet majd megtalálni. Na, megtudtuk a pontos infót, köszönjük szépen. Akkor 2 hét, igen, más írta, hogy holnap lesz valami 900 SC-m, terveztem, veszek még egy igenes frisz vagy sportlovat. Na, hamarosan igazi lovakkal fogsz pacizni, de jó, mesélj Doris, mesélj. Jövő héten felhasználó felület frissítés, egyéb fejlesztések lesznek. Na, kíváncsi leszek, köszi a követést.
Gyertek, beljebb megyünk. Meg köszi az infót. Véldélben is megtalálható jelenleg. Mi ott vettük Véldélbe? Csak nem tudom, hogy fönt vagy lent kell menni, de lent van a rókás, azt hiszem. Aha, itt van mind a kettő. Vagy hát előtte az először az Emma versenye. Mehet. Átjöttem TikTok, mert YouTube nagyon laggol nekem. Valami van a YouTube chatte, azt én is néha észrevettem sajnos. Nem tudom miért. Pati, írtam privát, majd Léci ír vissza, köszi. Anyum beszervezett lovas polgárőrnek, de menő Doris, azt a mindenit. Hát sok sikert a munkába, meg érezd jól magad, ne viccelj, hát nagyon jó. Elmondhatom, az egyik nézőnk az egy lovas polgárőr, hát nem mindegy ám. Az de menő hangzik amúgy. Szóval majd mész, azt igazságot teszel. Nagyon jó. Csomó sikerélményt olvastunk ma. Van, aki lovardába kezdett el dolgozni, ott tanul. Nagyon jó. De amúgy mindig büszke is vagyok rátok amúgy. A ti sikereiteknek én is örülök. Hoppá! Közben pedig, amíg megvárunk mindenkit, egy kis reklámhely. Szupercset, Szupermatrica, tagság ajándékkal tudtok támogatni, illetve PayPal-on is tudtok. YouTube-on belül kevesebb, mint 13 tag és új emót érkezik, illetve vannak új emótjaink, többek közt van egy fripes, amit Pati csinált, Pati készített. Mindjárt beteszem nektek. Addig nyomkodjuk a lájkokat, TikTokon pedig az élő cél kilövésével vagy egyéb ajándékokkal is tudtok támogatni. De a legnagyobb támogatás, hogy itt vagytok. Köszönöm szépen, tojáskrém 16 a 30 rózsát, oh my god. Hát akkor ki is lőttük, várjatok, azzal a lendülettel rakjuk az újat. Oké, meg fogom nézni. Én mindig ilyen kicsi ajándékokat szoktam rakni, volt, aki ma már rakott TikTok jelet. Legyen TikTok jel, mondjuk, mit tudom én, ez a 30-as szám, ez szimpi volt. Na, meg mindig szoktam kérni, hogyha valaki mégis úgy döntene, hogy valami nagyobb látványos ajándékkal szeretne támogatni, ami mondjuk megjelenik a képernyőn, mint a korgi, hogy beszalad, vagy valami, akkor szóljon, és akkor ott nyilván ránézek a chatre. Mi az, hogy nem tudom erről megosztani az emótot? Miért nem tudom? Köszönöm a 34 TikTok jelet, gyerekek! Mindegy, tagok léci, dobáljátok már be mindkét felületre amit Pati csinált, SSO-s emojit, mert azt szerettem volna bemutatni. Köszönöm szépen, ki is lőttük újra az élő cél, gyerekek. Jöhet a fagyi? Jöjjön akkor a 40 fagyi. A 40 gombóc fagyit el tudnám képzelni, most jól is esne egy fagyi amúgy. Már mondjuk tavasz jön, tavasszal már lehet fagyizni. Kezdhetjük a róka versenyt közben. Na. Ma van minden, minden is. Ilyen is, olyan is. Köszönöm szépen még egyszer tojáskrém 16-nak, oda mutatom a szívet. Most már mindkét helyen vagyunk kamerába, ezt még szokom. Hello, Melchi, szia, Palmika. Melyik szeró kokonát mondt én, CM szerveren vagyunk. Meg fogom nézni, Pati, csak beakadok mindenbe. Kicsit lassan reagálok, néha elnézést. Akik pedig bekövettek, ne felejtsetek el YouTube-on is feliratkozni, az ingyen van, és hajtunk a 8000-re. Itt pedig azt hiszem a 12000-re. Illetve hogy vagytok, most érkezők, szép délután kívánok nektek. Ezt a rókásat nem sűrűn szoktam megcsinálni amúgy. Ez látszik is. Azt se tudom, merre kell menjek.
Talán kétszer, ha megcsináltuk. Kicsit félsz, már régen ültél lovon? Hát csak nem felejti el az ember. Pont beszéltük Doris, hogy a nyáron már lehet, hogy mi is olyan helyre mennénk nyaralni, ahol tudunk lovagolni is egy picit, de én is mondtam, hogy 13 éves korom óta kb. Nem ültem lovon, azért azt majd vissza kell rázódni. Szerintem amúgy simaliba lesz neked. Rendben, köszönöm szépen, Nacuki, és örülök, ha jól érezted magad a live-ba. Aki gondolja, miután lezártam a live-ot, hogy csak kommenteltek a live alá YouTube-on, az az algoritmust elősegíti. Tevegelni szeretnék. Én voltam gyerekként egyszer tevegelni két pupun. Nagyon jó volt. Én lámagolást nézném meg amúgy. Oké, nem írom be. Nem mondom be, Pati. Hali, köszönöm Laura a követés. Szia, Mizu van, látom, örülsz. Nekem, mármint, hogy nagy, vagy leüvölted a fejemmel, bunkó vagyok. Nem, csak csupa nagy betűvel írt. Köszi szépen a Pálmika a követés neked is. Azt nézem, hogy menjünk át a Golden részre. Pati, amúgy majd modizással kapcsolatos dolog, a modiknek szól csak, hogy nektek majd külön írok egy üzenetet, meg majd van, akivel hangba beszélek, majd kereslek. De nem azzal kapcsolatban, amit írtál. Te vagy a legmenőbb SSO játékos. Hát én ezt nem mondanám, de kedves tőled. Nem tudom, mivel érdemelném ezt ki igazából. Nagyon ügyetlen is vagyok, nagyon hülye szetteket rakok össze, csak szeretem a fő sztorit, meg hát a nézőimmel annó ezzel kezdtük. És hát volt, hogy kihagytunk egy évet mondjuk, de azért visszahoztuk. De örülök neki, hogyha így látod. Kedves tőled, minden esetre. Alapvetően sok mindennel játszok, úgyhogy majd lehet nézelődni. Csak csődőre ne akarjanak ültetni, az agresszívabb. Ma hiányom volt, nem akar senki modi lenni. Hát látod? Hát amúgy. Nálam nehéz modinak lenni, mert én nagyon szigorú vagyok, meg a modikkal sokszor tudok bunkó lenni, tehát hogy amit ti nem kaptok meg, azt néha ők csőstül kapják, amiért elnézést tőlük is, de emberek vagyunk. A modiknak nagyon erős idegrendszer kell mellém, meg hát olyan live-okban is itt kell legyenek, amit nem szeretnek, nálam azért nehéz moderátornak lenni. De amúgy... Aki meg kitartó és szereti, mint pölő a Pati, Ash, Szabi, Tifi, mégis itt vannak. Tehát számíthatok rájuk meg minden, csak azért nem könnyű velem. Még mondjuk lehet, hogy más lesz arra, hogy mit csinálunk modizás téren, én tényleg szabálykövető ember vagyok. Vannak szabályaink, és sokszor vagyok utasító, parancsnok jellegű vezér. De hát ez ilyen. De amúgy meg tudják, hogy ők is baráti szintet ápolnak velem, tényleg, amúgy nagyon csipázom mindegyiket. Úgyhogy nálam ez a különbség, hogy még valahol egy moderátor csak egy szám, mondjuk a 25. moderátor a csatin és azt csinál, amit akar, nálunk azért személyiségek, bírom is őket, meg hát azért melóznak is bőven. Most a 7000 ünneplős live-nál is kegyetlen volt, azon fárasztó volt nekem is, nekik is. Úgyhogy nekik, a modiknak jár mindig egy szívecske a chatre mehet, mert amit kidolgozzák a belüket, főleg Fortnite-ba, összeírják, hogy miután kijön, hogyha valamit kérek, akkor abba segítenek. És sokszor kérek, úgyhogy hát ilyen pótkezeim. Mint a Machampnak kell nekem is négy kéz, csak nekem a moderátorok a plusz kezeim. Majd csináld a főküldi, ez a napi küldiket tovább tudsz jutni. Rendben van, fogom majd. Ezt el is felejtettem. Hát reméljük, Doris, hogy megúszod valami másik lóval. Na meg mikor? Már mindjárt olvasok ezt, csak most nem tudok olvasni. Nem tudok olvasni, mert most vak vagy. Nem. Nekem jó így is tagként. Meg nagyon nehéz amúgy, visszatérve,
Mert például csomó olyan mongufta van, aki aktív nézőm, hallottam róluk ezt, az, de én hallomásra sose adok, tehát hogyha valakit fikáznak, akkor én szeretem meghallgatni a másik oldalt is, meg minden. Meg nagyon sok olyan van, aki még sulizik, dolgozik, és ez munka mellett, meg suli mellett hozzám idomulni, hogy mikor vannak a live-ok, az nagyon bonyolult, úgyhogy ezért is vannak többen. De hogy tényleg, hogy nehéz, mert ugye nekem a munkarendem az a 24 óra, hogy dolgozok, utána meg 48 órának a felét simán itt tudok lenni, az nagyon nehéz összeegyeztetni. De törekszünk rá, és örülök, hogy egy ilyen csapat van mögöttem amúgy, ez tényleg minden vicc meg poénkodás nélkül. Akik itt maradtak Modikén nálam, meg Mufi is itt van, őt elfelejtettem a sorolásban, ennek egy oka van, ritkán látom, illetve most lelkileg nem mindig volt úgy, de őt most azért nem soroltam, mert tényleg nem tudnám felsorolni, hogy hol volt órákon keresztül aktívan a cseten. Ez nem bántás, csak azért nyilván látjátok ti is, hogy kik azok, akit aktívan látok, ki az, aki nem. Illetve Julcsi félmodiként van, ő ugye csak TikTokon, de az ő munkájuk is ugyanolyan fontos, mint a többieké. Mert nagyon sokszor meg ők segítenek ki. Tehát a csapatmunka, azt kell mondjam, a csapat. Az fontos. Timcsó, köszönöm a követést. De aki jól viselkedik, egyébként nekem lehet, hogy valamikor tavasz körül szükségem lesz újabb moderátorokra, de még nem biztos. És ne jelentkezzetek, aki jelentkezik, az eleve fordított pszichológia nem kerül be. Majd én figyelem, hogy ki az, akiben meg tudok bízni annyira, vagy ki az, aki annyira aktív nálam. Azért az aktivitás az egyik fő cél nyilván. Meg hát az, hogy tényleg simulékonyan próbáljunk összedolgozni, az összedolgozása nehéz. Azt szoktam mondani, Jana, hogy Modiknak még könnyű, mert nem 24 órába kell a hülyeségeim elviseljék. Ez így van. Én nem lennék, mert alapból nem mindig vagyok fent. Nem minden játék tetszik, nem játszom sok mindent. Hát igen, azért ezek eléggé kizáró okok valóban. Bár azért fontos, hogy ne úgy legyenek itt, hogy utálják, amit látnak. Félek a csődöröktől, mert nagypapámat megtaposta egy a síkvölgyi lovaldárban. Azt a mindenit, hát ez nagyon rossz. Köszönöm a követést közben. És meggyógyult azóta? Szia Dodó, nagyon jó napom volt, érdemes a mai SSO Live-ot akár podcastként visszahallgatnod, hogyha lesz időd Forti vagy bármi játék közben, tényleg, tudom, hogy hosszú, meg 2,5 órája megy, de ma nagyon sok mindenről beszéltünk, sztoriztam, lelkiztem, minden, érdemes visszahallgatni, akár hétvégén. Mert még egyszer nem szeretnék mindent megismételni, de a lényeg, hogy minden aránylag tök jó. Meg nézd meg, már mindjárt 9-es a ló, és még ma vettük. Tehát nem tétlenkedtünk. Hello, Ramcsi. Mizu. És neked hogy telt a napod, Dodó meg Ramcsi? Milyen napotok volt? Na. Ez is megvan, még sincs este. Köszönöm szépen, Tokabóka 11 a követést. De hogyha ezt jelzed amúgy, Doris, nem lehet, hogy kapsz egymást? Én szívesen lennék, de mivel amikkel te játszol, én csak SSO-t játszok, igen, hát igen. Főleg, hogy nálam szoktak moderátoros körök lenni, és azért, ami csapatjáték például az Among Us, Dead by Daylight, Goose Goose, Pokémon Unite, Fortnite, Overwatch, Valorant, SSO. Tehát, hogy azért ennek nem árt, hogyha a felét szereti is az ember. Járlahelyem, azt mindig kihagyjuk, úgyhogy mehet. És még egy csomó minden, ami nem jut eszembe. Dave, beküldjem Mori csoportba, mikor veszik ki, vagy tegyem DC-re. Mindkettőre beteheted, köszönöm. Nálunk farsang volt osztályunknak, be kellett öltözni, mert ballagó osztály vagyunk, de páran nem öltöztünk be. Én pedig mindig szerettem beöltözni, mondjuk ez az én hülyeségem. Én nagyon éltem, meg szerettem ezeket.
Nagyon-nagyon csipáztam. Erre kezdünk a Padok szigeten. Már 4:45 van, gyerekek, hogy elrepült a nap? Mármint, hogy aki itt van aktívan, vagy aki itt tudott lenni, azért már mi durván eltelik az idő. Le vagyok sokkóva. Kiskezit sokkolom. Kisgyerekkel kezdjük, Lizzie versenyével. Túlélted a többszörös bordatörés és sokáig intenzív osztályon volt. Na mondjuk ez tényleg egy olyan trauma, hogy én lehet, hogy külön jeleznéd is, hogy nem szeretné ilyen lovat. Nagyon gyorsan megy az idő, halljátok. Én nem is fogtam fel, hogy ennyi eltelt. Oda. Au. Igen, ez az új unikornis. Ból a fekete, de a másik meg a Star Stable magyarulnál van, azt hiszem. Meg kicsit küldisztünk is amúgy a live elején. Az jól nézett ki nagyon. Állj már meg! Na. Vagy rohan az idő, amiért eszeszóban jár, ott az idő nem rohan. Az, ja. Na ott a másik ló, látod, Dodo? Ott a zöld. Júj. Coconut Mountain szerveren vagyunk, CMCM. Na, Judit harangozó, köszönöm szépen a követést. Srácok, akik ma bekövettek, hogyha vége a live-nak, vagy akár ha van előttetek egy másik cucc, ahol be tudtok lépni, YouTube-on beírjátok, hogy Mongufta Family, és ha oda is nyomtok egy feliratkozást, azt hálásan köszönöm. Köszi neked is a követést. Mert YouTube-on törekszünk a 8000-re. Köszi, hajrá. Ma szépen gyűl a követés. Igen, meglepő mód. Már több mint 40 lett ma. Aztán ebből, hogy mennyien mennek át YouTube-ra is, ha már a fele, vagy negyede már megéri. Meg van, hogy ott hamarabb kapnak értesítőt, vagy ilyesmi. Tehát, hogy nem véletlen szoktam mondani, hogy mindkét platformon fontos. Meg hát van, ami csak oda van. Tehát itt a Stumble Guys az főleg TikTok exkluzív. Ezzel szemben a Goose Goose meg az Among Us, az pedig YouTube exkluzív jelenleg nálam. De elhalkult a zene előbb. Igen, közben reklámozik helyettem Krisztina, én köszönöm, hogy 199 forintos tagságunk van YouTube-on, amiben benne van a live menetrend, beszélhettek velem játékokba, a közös játéknál, hogyha ti is játszotok, illetve az egyedi emótokhoz, hogyha 12 tagunk még lesz, akkor új emót érkezik, van vagy 15 darab, meg lehet nézni őket, úgyhogy, ja. TikTokon pedig 1003 ér van. Ma ott sajnos az a legkisebb, amit adhatok. Vannak nagyobb tagságok is, de ezt szoktam javasolni, és itt nem fogok tudni kiugrani. Ezt elszúrtam, vagy nem. Nagyon szép, kimentettük, csak nem tudtam ilyen közelről ugrani. Nagy eséllyel ott lemegyünk. Megértelek, Doris. Mennyi lovad van? 100 plusz, nem tudom, régóta játszom. Majd valamikor, most már jöhet az a videó is, hogy hány lovam van. Érik. Mindjárt olvasom, Dodo, amit írtál, meg a többieket is. Csak ezek nem azok a versenyek, amiknél nem kell oda néznem se, és csukott szemmel megcsinálom. Még mindig nagyon-nagyon lassú amúgy a ló. Pedig már 8-as. Na, új egyéni rekord. Amúgy én nézegettem ezt a kettő lovat, csak még nem tudom melyiket vegyem.
Hát ez jobban tetszik így, a másik meg átalakult formába. Nem vagy 200, mert SSO-zom és melyik szeró? Nem vagy 200. Amúgy kokonát mondt én. Inkább majd live-on mutasd egyszer, hogy mennyi lovad van. Mondjuk az is lehet amúgy. Szép ló. Tényleg jó. Jól megcsinálták. És ez meg ugye a szarvatlan. Meg szakállatlan. Várjál, add vissza rá. Ott a szakál. Köszönöm szépen a követés, Esztok. Ez így. Figyel. Hello. Szakál a beleír a bablevesbe. Az kemény. Jó. Menjünk, csináljuk meg még az itteni járlahelymi versenyeket. Mész előre? Mentek előre? Kecske szakálló, igen. Meg is lepett. Tehát ha izére gondolok, jaj. Hol vagyunk? Hol vagyunk? Tudjátok, hogy melyikre? A kapun túl. Karácsonyi lovaknak is volt szakálla. Nem mindegyiknek. Miért ilyen lassú a lovam ilyen szinten? Lehet, hogy bagos? Vagy ennyit jelentened? Hát a lócucc az van rajta amúgy. Csak patkó nincs. Nagyon szép szakál meg szarv nélkül is. Amúgy úgy is szép, igen. Jó felé megyünk? Nem mész. Szar irányba. Mondtam, hogy valaki vezessen, mert nem szoktam ezen a részeken játszani. Tudom, hogy gyorsabb a druida patkó, de ennyire lelassították volna az alaplovakat, mármint amit veszel. Na így leszünk jó irányba, így már megvan, amúgy ide jövök. ...480p-be is akad a live, nekem hibátlanul fut. Nem értem, hogy miért. Ja, de hova akarsz menni? Mondtam a kapu előtti versenyekre. Ha meg beállítom a minőséget speciálisan 1080p-re... Na úgy akad. Úgy nekem is akad. Viszont... 720-on már nekem nem akad. Na kis karakteremet beengedte, ez azon nagyot még nem szeretnék. Úgyhogy nem tudom miért, de lényeg az amúgy, hogy TikTokon se akad amúgy. Most pillanatra megálltam, azért nincsen hang. Meg szokott jelezni a YouTube, hogyha valami gubanc van, de most nincsen semmi, szépen megy. Most vettem észre, hogy van állatod. Ja, igen. A régebbi róka. Mióta játszol, képzeld én 5,5 éve. Hát valahogy én is amúgy. Laggol 140p-be, az mi szar már? A YouTube meg van hűlve. Azt hittem, hogy hálózati. Coconut Mountain CM szerveren vagyunk. Mondjuk ezután már úgyis lassan zárom, mert majdnem 3 órája megy. Még ezt letoljuk. Szörös talpú lovas? Ha nem hiszem. Hú, de lassú, te jó ég. Vagy lovadra gondolt. Én sem tudtam értelmezni. Ja, lovam. Nem tudom, hogy van-e. Nálam most szépen fut YouTube-on. Azt vártam meg, azt néztem. Nem arra gondol, aminek ilyen vastag szőrű a bokájánál? Ó, pedig rengetegen Bianca. Nézőim közül is. Ja, olyanom szerintem van. Ez ugyanolyan sztereotípia, hogy a lányok nem fortiznak. Nézd meg a lobbimat. 80 ember lány. Én se értem, 8-as szinten nem kéne ilyen lassúnak lenni, gyerekek. Ezt kérdeztem én is. Hogy bebagolt, vagy mi történt? Bug.
Fergeteges. Mondtam, hogy gyanús. Így mentünk Petra ma a fele versenyen, szerinted vért izzadtam. Nem megy feljebb, hiába nyomom. Kilépsz és vissza, akkor jó lesz. Hát már mindegy, mert ezekkel a versenyekkel zárom a live-ot, úgyhogy legközelebbre begyorsul. Ezt meg néha így belassított, néha meg nem. Kedden csinálta ezt a jégen? Az jó lehetett dino versenyt így. Az is adhatta. Ma már megy pihenőre, igen. Yeah! És itt még van. Na, itt meg hogy begyorsított, mi? Aha. Na, még ezt megcsináljuk. Aztán utána ennyi volt mára. Aha! Igen, nem gyorsul tovább. De legalább megtudtuk, hogy van ilyen problém. Ő is érzi, hogy vége lesz a live-nak. Köszönöm szépen a követést. Karamellás kávé, jó a nevet, köszi. Á, ez sajnos nem kívánság műsor, mert dolgom van utána. De máskor is várlak titeket. Megint megtelt a barátlistám? Hát, ez ilyen. Köszönöm, Hajni, neked is a követést. Mindenkinek köszi. Akik pedig most követtek be, majd várlak titeket máskor is, illetve YouTube-on is iratkozzatok fel, az ingyen van. Köszönöm, Lotti, a követést, mert a vasárnapi Among Us Live az például csak YouTube-on lesz, hogyha valaki szeretne jönni Among Us-ozni majd. Köszönöm szépen. Elsőre nem adta a hangot, de Berényi Lotti bekövetett. Köszönöm. Én már láttam. Tudsz majd jönni, igen, csak YouTube-on azért kell feliratkozz, mert az csak YouTube-on lesz, az TikTokon nem lesz live-ba. Majd vasárnap délelőtt, nem tudom hány óra felé, azt pontosan nem tudom, de ilyenkor már el szoktam árulni. Tagok meg mindig egy héttel hamarabb már láthatják. Lesz valamikor Genshin mostanában? Nem tudom, valaki mondta, hogy valami nagy eventet várjak meg, de azóta se tudom, mikor lesz a nagy event, úgyhogy passz. Meg újra kell telepíteni. De majd utána kérdezek. Na, én köszönöm szépen, hogy itt voltatok, srácok. Nagyon jól éreztem magam, remélem, hogy ti is. És mindenkinek további szép délutánt, jó hétvégét kívánok. Holnap videó várható YouTube-on, ha lesz, ez még nem biztos. És vasárnap délelőtt találkozunk, addig nézzetek vissza régebbi tartalmakat a YouTube-on. Ott live-ot, videót, mindent tudtok nézni. Lámpás event, azt mondták pedig. De akkor nem szólt senki, akkor várható, hogy lesz. Úgyhogy mindenkinek további szép délután, köszönöm a követéseket, a támogatásotokat, és hogy itt voltatok. Sziasztok!